Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Szép napot! Folytatjuk a generikus programozást, hiszen meg kell néznünk az algoritmusok részt is. Ugye múlt alkalommal megismerkedtünk ugye az alapokkal, megnéztük a listát, meg egy pár ilyen kisebb konténer algoritmust. Haladunk tovább, masszív az anyag, sokat kell gyakorolni, Generikus programozás, második rész. Kezdjük is el egy jó prezentációval. Jó. Ez nem lesz olyan hosszú, mint a múltkori, viszont ö, cserébe sok-sok forráskor lesz, amit úgyis ki fogunk próbálni, úgyhogy ö, semmi pánik. De alapvetően mindenképp jó lenne egy kis prezentációval ö, fölvezetni azt, hogy hogy ö, miről is lesz ma szó. Úgyhogy alapvetően algoritmusokról lesz szó, de nem olyan szempontból, hogy... hogy algoritmus elmélet, vagy én computer science, hanem inkább programozási szempontból. Ugye, ahogy mondtuk múlt héten is, hogy ugye konténerekről lesz szó, de nem olyan értelemben, hogy adatszerkezetek, és akkor megint a computer science oldal, hanem inkább a programozási oldal. Computer science oldal tanuljátok más tárgyakból, mi hozzátesszük a, a programozás oldalt, hogy hogyan lehet hatékonyan implementálni azokat a, a tárolókat, illetve ma megnézzük, hogy hogyan lehet hatékonyan implementálni ilyen algoritmusokat. Jó? De mondom, tényleg nem az a lényeg, hogy itt most belemenjünk abba, hogy annak milyen a futási ideje, meg a hatékonyság, meg ilyesmi, hanem tényleg csak megnézzünk pár ilyen hasznos technikát, hasznos programozási eszközt, amikkel ezeket implementálni tudjuk. Jó, és akkor ilyen lesz a, ilyen konténer lesz például a map, ugye eddig szekvenciális adatszerkezetekkel foglalkoztunk, most megtanulunk egy, megnézzünk egy asszociatív adatszerkezetet. Ezt nem fogjuk implementálni, a könyvben van egy rövid, ilyen kis szemléltető implementáció róla. Én ezt kihagynám, őszintén szóval nem is van nagyon sok értelme, ezt már csak inkább használnánk, pár szót azért majd ejtünk róla, hogy, hogy mégis mi ez, de nem fogjuk implementálni, használni fogjuk, jobban járunk. Na és akkor ahogy mondtam, picit itt összekavarodott a, a dolog, ugyanis a paraméterezésről ma lesz szó, ilyen függvényobjektumok, függvények, illetve ilyen lambda expressionök hogy hogyan tudunk paraméterezni algoritmusokat, megnézzük majd. Majd utána fogunk áttérni az asszociatív konténerekre, ugye a szekvenciális konténerek pedig múlt héten voltak, szóval, szóval azok, azokról itt most nem lesz szó, elnézést egy picit a dia össze van kavarodva. A lényeg a lényeg, hogy a mapről és a setről lesz szó, át fogjuk ezeket beszélni, egyik kis példát megnézünk, akkor lesz pár algoritmus, ugye ilyen kopi, szort, ezekből néhányat meg is fogunk nézni, tehát meg is fogjuk írni, csak hogy lássuk a, a mögöttes intuíciót. Ugye beszélünk majd így az iterátorokról is, egy pici ismétlési jelleggel, de mondom itt is tényleg a programot néznénk, tehát a programozás szempontból néznénk, hogy, hogy mi, az ez, mi az eszme a dolog mögött. Illetve egyéb hasznos eszközöket, pár ilyen algoritmus, konténerek, meg tényleg ilyen elméleti oldalról, hogy ezek a függvényobjektumok mégis micsodák. Jó. Oké, és úgyhogy csak egy pici ismétlés jelleggel, hogy ugye az iterátort nem lehet elégszer hangsúlyozni, ugye ez leír egy szekvenciát, ugye a, a kezdet az első elemre mutat nyilván ha van. A vég pedig az utolsó utáni elemre mutat. Ugye ez abban lesz nekünk majd segítségünkre, hogy ezzel meg tudjuk azt mondani, hogyha egy elem, amit mondjuk keresünk, az nincs benne a tárolónkba. Jó? De nem szadok előre, meg fogjuk majd nézni. Jó, az iterátor egy típus, melyel iterátor műveleteket tudunk végrehajtani, ki gondolta volna. Ugye például a plusz plusz ugye a következő elemre tudunk, ugye a, a csillaggal ugye excess tehát ugye hozzá tudunk férni a, az adott értékhez, ugye az egyenlőség ö, értelmezve arra, ugye ez a, hogy ez az adott iterátor ugyanarra az elemre mutat-e, tehát mármint, hogy a két iterátor ugyanarra, mutat, ugyanarra az elemre mutat-e, ez egy nagyon fontos feature, illetve ö, Egyéb jellegű iterátorok más műveleteket is támogatnak, például a minusz-minusz vagy a plusz esetleg a subscript, de nyilván ez attól függ, hogy, hogy milyen a, 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 az a konténer, amiben az iterátorunk implementálva van. Jó? Tehát ez azért ez erősen függ ettől. Jó. Na és akkor nézzük meg egy ilyen ö, algoritmust. Ö, lesz szó numerikus algoritmusokról, lesz szó sima, ö, ilyen keresőbejáró, ilyesmi algoritmusokról is. Hát itt ez a nagyon egyszerű accumulate, ö, amivel tulajdonképpen a szumma, csak hogy egyszerűen ö, mondjuk ki. És akkor látjuk, hogy itt van valamilyen adatszerkezetünk, hát itt egy sima szekvenciánk van, és ö, ezt tudjuk egyrészt egy iterátorral... Ö, paraméterezni, valamint egy iniciális értékkel, és ugye egyrészt ugye ez az iniciális érték meghatározza a kezdőértéket, tehát hogy mitől indulóan akkumuláljuk, mondjuk ez lehet 0, 1, akármi, viszont ami másik fontos, hogy meghatározza a típust, hogy mit is kell nekünk visszaadni, ugye alapvetően nyilván szeretnénk generikusan ezt elkészíteni, itt látjuk, hogy egész értékek vannak, de természetesen itt lehetnek double értékek is, vagy float, vagy valami, valamilyen numerikus érték. De alapvetően itt a, a típust szeretnénk ezzel meghatározni, hogy, hogy mi legyen az, amit, amit, majd szépen visszaadunk. És akkor látjuk, hogy itt egy ilyen t-típussal fogunk visszatérni, tehát itt ez esetben mondjuk integerrel, de ez, ahogy mondtam, lehetne double is. A másik pedig ugye maga az iterátor, de hát ez tudjuk, hogy ez egy gyakorlatilag egy egyszerű mutató, ugye, ami szépen az elemeken véglépked, és akkor itt ebbe a paraméterül átadott iniciális változóba szépen összeadogatjuk a, annak az adott konténernek az elemeit. Hát itt éppen összeadás van, de majd látni fogjuk, hogy az ezt el lehet máshogy is készíteni, Más kérdés, hogy az Accumulate az igen csak inkább összeadást kellene, hogy jelentsen, de majd látni fogjuk, hogy tudjuk ezt paraméterezni operátorral is. Jó. És akkor itt látjuk a használatot, ugye itt van ez a V, hát konténerünk mondjuk, hogy ez egy vektor, így ránézésre, és akkor megyünk az elejétől a végéig, de természetesen mehetnénk a közepétől a végéig, vagy az elejétől a közepéig. Itt látjuk, hogy egy nullát adunk neki iniciális értéknek. Hát, hogyha ilyen sima nulla literát adunk át, akkor ez valószínű egy integerre fog úgymond, hát idézőjelbe kasztolódni, tehát ez egy integert fog itt jelenteni az accumulate-nek a, a paraméter listájába, és akkor amit itt visszaad az accumulate függvény, az egy integer érték lesz. Jó, kipróbáljuk, megnézzük, fogunk ezen még egy kicsit ö, rágódni. Ennyit a tényleg az alap ö, accumulate tulajdonképpen. Ö, mondom, ami a lényeg, hogy ugye megint a szokott módon iterátorpár, illetve a, az iniciális érték, ö, ugye, nyilván itt az iniciális érték ez most olyan, hogy persze ez tényleg tetszőleges lehet, ugye ez már a, a logika határozza meg, hogy, hogy mit is szeretnénk csinálni. Itt az iterátor pár az, ami továbbra is a, a lényeges, amivel szépen végigmegyünk ugye a adott konténeren, és akkor itt ugye mert a vektornak a, az iterátora, az őrének, a, vagy a, a, listának, ez már, ez már teljesen mindegy. Jó, és akkor uh, itt megint csak egy ilyen használat, uh, de tényleg itt majd ezt azért megnézzük, itt látjuk, hogy például 0.0 literállal uh, paraméterezzük, és akkor itt már ez egy double típus lesz, látjuk, hogy itt az accumulate egy uh, double változónak ad majd értéket, uh, és ha jól látom, így van ez a, ez a vd vektor, ez egy doubleket tartalmazó vektor. Na most nyilván itt írhattunk volna sima nullát is, tehát mondhatnánk azt, hogy... Uh, akkor legyen ez itt egy integer ö, típus, csak ugye akkor figyelni kell, mert hogy ö, akkor itt a, a vektorban lévő értékek azok, azok tránkételődni fognak ö, integerre, tehát a, a, a tizedes része el fog veszni. Jó, erre figyelni kell, ö, de nyilván ezt, ezt azért gondolom nem kell külön mondani. Lehet más itt a típus, de akkor figyeljünk a a type safety-re, hogy azért ott, az előjöhet. Jó, rendben van. Oké, és akkor itt a accumulate egy picit más jellegű használat, hogy itt egy pointert adunk át, illetve a pointerhez képest a, az ennedik, de ugye erre is megint csak figyeljünk oda. Látjuk, hogy itt a p az egy integer pointer. Talán ez itt még akár működhet is, itt arra kell figyelni, hogy ugye integer overflow ne legyen, tehát azért férjen bele az integerbe, itt ilyesmi hiba lehet, lehet, hogy akkor itt valami más típus kéne, de hát ez, ez már megint csak rátok bízom, itt esetleg overflow jöhet elő, de mivel P az integereket tartalmaz, a típussal itt alapvetően nincs gond. Jó, és akkor így szépen mehetünk tovább, itt mondjuk átállítja egy longra, Ugye látjuk, hogy itt már longként fogja átadni a nullát, egy long integer, amiben sokkal nagyobb ugye a felső limit, ott már azért az overflow, hát nem azt mondom, hogy kizár, de talán ott azért már, már jobb egy kicsit a helyzet, akkor itt egy double-be fogja eltárolni a, az integereket, miért is ne, ezt is lehet, nem azt mondom, hogy, hogy szuper elegáns megoldás, de a lehetőség megvan rá. Jó. És akkor itt pedig itt van a, a, hogy változót is oda tudunk neki adni. ezzel sincs semmi gond, akkor ugye itt az értéke szépen átmásolódik, meg ugye a típus e, meg fogja határozni azt, hogy, hogy milyen típusra működik maga az Accumulate. Jó. Na nézzük, hogy mi van még itt. E, és akkor itt ezt már generikusabbá is tehetjük. E, mi az, amit itt picit változik? Ugye, amit látunk, hogy ugyanúgy megvan nekünk az egy-egy tehát az iterátor pár tulajdonképpen, ami, amivel végig megyünk a konténeren, meg az iniciális érték, illetve a típus, hogy mire kell úgymond kiszámolni pontosabban, hogy, hogy milyen típus legyen az, amire működik a függvény, és itt átadunk neki egy ilyen úgynevezett binopot, vagy egy binary operator ami pedig maga a művelet, amit el kell végeznünk. Hát, és akkor mi is ez itt? Ugye látjuk, hogy ez itt egy függvény lesz, alapvetően, aminek átadjuk egyrészt az iniciális értéket, ugye, hát kezdetben ugye első lépésként az iniciális értéket, illetve én annak az értékét, amire éppen ez a first iterátor mutat, és ezt a műveletet elvégezzük. Na most az, hogy ez ez most szorzás, osztás, kivonás, moduló, bármi lehet. Ugye alapvetően a lényeg az, hogy itt paraméterezni tudunk művelettel is. Jó? Tehát amellett, hogy megmondjuk, hogy mit és mibe, meg tudjuk mondani azt is, hogy hogyan. Jó? És egy ilyet is meg fogunk nézni, ezt is ki fogjuk próbálni, hogy hogyan működik. Jó. Itt van már is egy példa. Látjuk, hogy ugyanúgy az accumulated használjuk. Itt most éppen egy lista van. Látjuk, itt ez egy double listája, itt, amit a paraméterben megjelenik, és ezen megyünk szépen végig. Itt inicializáljuk egyre, tehát ez egy lesz az iniciális érték. Látjuk, hogy double ugye, mert a 1.0 az, az double literál, tehát double lesz ugye a az eredményünk, arra fog működni az accumulate függvény, és itt szépen átadunk neki egy standard library is függvényt, ami tulajdonképpen annyit csinál, hogy összeszoroz. Igazából nagyon egyszerű, tehát ilyen double típusú ugye ilyen értékeket fog összeszorozni. Megnézzük ezt is. Jó? Itt tényleg nagyon sok ilyen függvény használható, ugye ez egyébként a Functional headerbe van, itt látjuk a Functional header és ö, ezeket cserélhetjük akár kivonásra, osztásra, modulóra, hát sok más ilyen ö, egyéb dologra. Itt van egy másik ö, például ennek az accumulate és akkor itt már láthatjuk, hogy akár saját ö, függvényt is át tudunk adni. Ö, szerintem ezt is ki fogjuk próbálni, de azért elmondom, alapvetően van egy ilyen rekord struktúránk, amiben van egy integer meg egy double tag, hát most itt valami olyasmit képzeljetek, hogy valami kerül valamennyibe, és abból van valahány darab, és szeretnénk egy ilyen rekord konténeren végigmenni, és állni az összes ilyen rekordnak az értékét. És megint itt van, hogy végigmegyünk szépen magán a konténeren, itt ugye ezen a, a VR vektoron, ugye megadjuk az iniciális értéket, illetve a típust, hát itt akkor double-re fogunk inicializálni, illetve double-t fogunk számolni, és itt átadjuk neki azt a függvényt, ami szerint mi szeretnénk, hogy számolja az accumulate, és tulajdonképpen itt látjuk, hogy annyi a, a, a lényeg, hogy egyrészt legyünk egy, legyen egy ilyen double illetve egy rekordunk, amiben szépen számolni tudjuk ezeket. És akkor mit számolunk? Hát egyrészt ugye a, a v-hez adjuk hozzá, tehát amihez hozzáadjuk, itt pedig szépen kiszámoljuk a, a rekordnak a, az értékét tulajdonképpen, hát ebben az esetben az értékét, ugye a, az egység árat megszorozzuk a, a darabszámmal, és akkor így megjön, és tulajdonképpen ezt fogjuk hozzáadni a, a, a v-hez, tehát az eddigi ö, értékhez, és akkor ezt itt e, látjuk tulajdonképpen nagyon egyszerűen, hogy, e, hogy, hogy, hogyan is működhet. Megnézzünk egy ilyet is, mert tényleg itt a, a függvény a lényeg, hogy függvényel tudjuk a, a függvényünket paraméterezni, ami megmondja, hogy mi alapján menjen a, az accumulate. Jó. Oké, és természetesen a függvényt helyettesíthetjük ilyen lambda expression is. Ugye ez a gyakorlatilag a szokásos, ugye itt látjuk a Lambda Introducert, ugye paraméterlista ugyanaz, mint ugye a, a price függvénynél volt, ugye kell ugye a V, illetve a rekord, és szépen csak visszaadjuk a kettőnek az összegét, és ezt fogja végezni nekünk itt a, az accumulate a műveletet, amivel ugye szépen össze tudjuk adni. Tehát itt a vége ugye összeadás, van benne egy szorzás, de hát nyilván az a, rekordon belül kell, aztán pedig szépen rekordonként meg összeadjuk a, a, a vektor minden egyes elemét. Jó. Másik ilyen hasznos matekos függvény az inner product, tényleg erre is csak így, így fölvillantanám, ez a, amit úgy hívnak, hogy belső szorzat, hát szerintem diszkrét matekból ilyet tanultatok, alapvetően Nyilván ez is egy viszonylag egyszerű matematikai művelet, ugye, amikor két hát ilyen vektornak, vagy két valamilyen konténernek az elemeit páronként összeszorozzuk, majd azokat összeadjuk, és például itt látunk egy ilyet, ahogy ez, ez így működésben van, ami itt a különbség, hogy ugye itt van egyrészt egy iterátorunk, ugye ez az egyik konténernek az iterátora, itt van egy másik iterátor, ugye a másik konténernek az iterátora, itt pedig ugye az ugyancsak, amit csináltunk, az iniciális érték, itt belül pedig elvégezzük a műveletet, és nyilván azt nem felejtjük el, hogy léptetjük az iterátort. Jó, az fontos része a dolognak. Jó, ha pedig végeztünk, visszaadjuk az értéket. Jó, tehát ez a tényleg a, az egyszerű belső szorzat. És akkor pár ilyen példa, ezt majd tényleg megnézzük órán, mert itt majd előjön a MAP adatszerkezet is már. Ha jól emlékszem, itt már azt is fogjuk használni, bár itt még sima vektor van. Itt ilyen hát, tőzsdei indexekkel, meg értékekkel, meg ilyesmivel fogunk majd számolgatni hogy, hogy hogyan is néz ki. Ott itt még vektor van, de szerintem erre a map adat szerkezet lesz egy picit kényelmesebben használható. Megnézzük azt is. De tényleg csak itt most fölvillantani, hogy ugye itt van egy értékünk, illetve van egy súlyunk, hogy az adott, hát most elnézést, hogyha ha rosszul mondom, de egy adott részvény milyen súlya esik ladba az index kiszámításá, index kiszámításakor, és akkor tulajdonképpen ezeket kell így szépen páronként összeszoroznunk, és ez látható itt. Na most azért szerencsésebb itt majd a, a map adatszerkezet, mert itt azért a sorrendben lehetnek problémák, ott pedig egy kicsit, kicsit kényelmesebb ez, odaérünk, mindenképp megnézzük. Jó. Okay. És hát itt e, tulajdonképpen ugyanerről van szó, csak itt e, már nem így a pushback-kel adogatja hozzá, hanem itt ezzel a inicializáló listás e, konstruktóra kérdés. nem olyan érdekes, csak mondom, hogy ezt is e, fölvillantom miért is ne. Jó. Na, és akkor persze az élet e, azért bonyolódhat, ugyanis a, az Inner Produktot is tud, tudjuk e, e, operátorral paraméterezni. Ugye látjuk megint csak hasonlóan van egy iterátorunk az első konténerre, pontosabban egy iterátor párunk az első konténerre, van egy darab iterátorunk a másodikra, ugye ide azért nem kell a, a, a iterátor párnak a második része, mert ugye a hossza, a hosszát ugye meghatározza az első iterátorpár, ugye hiába hosszabb a második ö, konténerünk, ö, arra a részre, ami azon felül van, ameddig az első elér, nem fogunk menni, mert az azért hibát okozna. Úgyhogy ebből ezért nem kell iterátorpár. Megnézzük majd azért egy kicsit kódban is, hogy, hogy ez hogy néz ki. Itt van megint az inicializáló érték, tehát az a érték, amivel inicializáljuk, illetve a típus, amire számolunk, illetve itt van két ilyen operátor amivel, aminek a segítségével ugye számoljuk. Hát inner product, tehát két különböző művelet kell várhatóan, és akkor ugye egyrészt kiszámoljuk, ugye a, a, az egyik operátor működik a, az értékpárokra, ugye a másik operátor pedig hát, vagy a szummát csinálja, vagy valami mást. ugye az már a, az így kiszámolt értékekkel fog dolgozni. Aztán megint léptetjük ugye az iterátorokat, csak hogy szépen lépegessünk a konténeren. Alapvetően ezeket az algoritmusokat gondoltam így elsőre, de mindjárt ránézek, mert igen, tehát itt a, a, a numerikus algoritmusok ezek lettek volna. Persze nagyon sok van még a Standard Library-ben, szerintem még lehet, hogy mi is meg fogunk nézni talán egyet, vagy kettőt. Most itt órákon meg laborfelvezetéseken. Egyelőre így ennyit gondoltam az alap Ami itt lényeges, ugye a, ezek a, a binopok, hogy ezekkel a bináris operátorokkal tudjuk paraméterezni. Hát ezeket így egyelőre függvényként képzeljétek el, aztán majd megyünk tovább, akkor megnézzük a, a függvényobjektumokat is, de mondom egyelőre még csak ennyi, ami itt nekünk fontos. Jó. Na, és akkor nézzünk tovább, és akkor ismerkedjünk meg az első olyan adatszerkezetünkkel, ami nem szekvenciális, hanem asszociatív. Alapvetően, amit látszik, hogy ugye vektor esetén egészen subscriptelünk, tehát ott valamilyen sorszámot adunk át, ugye emlékszünk mondjuk a nyolcadik elem, tizedik elem, húszadik elem, akár ígyedik elem, és akkor úgy, vagy, egy, vagy a add függvénye, vagy a, vagy a subscript operátorral, attól függ egy akarunk-e hibakezelést, vagy rénycsekket, vagy sem, ez így működik. Ugye a listánál egy kicsit más, hogy van, ott ugye nem tudtuk megmondani azt, hogy, hogy a hatodik, vagy a tizedik, vagy a huszadik elemet akarjuk, mert az nem egy, nem olyan értembe szekvenciális, mint mondjuk a vektor. Ott más tudunk használni, tudjuk használni az ödvenc függvényt, meg fogjuk majd ezt is nézni, de ott a subscript nem működik, legalábbis ha nincs implementálva, akkor semmiképpen se. Jó. A map Esetén viszont bármivel tudunk subscriptálni, ugyanis a map az egy ilyen kulcsértékpárokra fog működni. Itt, lét, itt látunk például egy ilyen példát erre a mapre, hogy itt megmondjuk, hogy milyen kulcsértékpárokra működjön a mapünk. Hát itt olyan esetben ez egy stringint ö, értékpár lesz, ahol a string ugye a kulcs, az int pedig az érték. És itt meg nevet adunk a konténerünknek, a hogy tudjunk rá hivatkozni. Na és akkor mi is történik, hogyan is működik. Például azt szeretnénk egy egyszerű kis programot, ami a bemenetünkbe összeszámolja a, a szavak előfordulását, tehát egy ilyen gyakoriságot mond nekünk, hogy adott szó hányszor fordul elő a szövegbe, szépen itt olvasgatjuk be ugye a szavakat, ugye szokott módon, és itt egész egyszerűen annyit csinálunk, hogy látjuk, hogy ezzel a beolvasott szóval subscriptelünk, Jó? És amit ott értéket talál, annak megnöveli egyel az értékét. Jó? Tehát itt ez hasonlóan működik, mint hogyha integerrel subscriptelnénk, csak itt most egy stringgel fogunk subscriptelni, és azt, amit ott talál, hát nyilván ez egy referencia lesz egy integer értékre, tehát egy int referencia, azt ott megnöveljük egyel. Jó. Amikor ezt ki szeretnénk írni, látjuk, hogy itt ez a P, hát itt ad egy ilyen sortkát hogy ez egy auto, konsz, automatikus konst referencia lesz, ugye ez egy ilyen pár tulajdonképpen. Szépen itt végig megyünk ugye ezen a mappen, és hogy tudunk hivatkozni a, a kulcsérték párra, ugye a kulcs lesz a first, az érték pedig a second. Jó, nevezetesen, ugye itt ez pontosan, tökéletesen látszik, ugye ez a, bocsánat, ez a first, ez pedig a second tagja ennek a párnak, amit ebben a mebben tárolunk. Jó. Na és akkor itt látunk egy ilyen, ilyen szavakprogramnak például egy bemenetet. E, hát ezt majd ki lehet nyugodtan próbálni. Szerintem mi is most ki fogjuk próbálni, emlékeim szerint ezt ö, elkészítjük, de a lényeg a lényeg, hogy ö, itt akkor szépen meg fogja nekünk számolni, hogy egy-egy szó, például itt a, ez, hogy C++, ez hány szó szerepel a a szövegben, és akkor, ha minden jól csináltunk, és jól is látom, akkor ez kettő előfordulású lesz, tehát kétszer fog előfordulni a szövegben. Jó, kipróbáljuk már, hát úgy mindig látványosabb. Na de mi van e mögött? Szerintem erről már tanulhattatok más tárgyakból. Talán a vektor után a leghasznosabb egyik konténer a map, és nem feltétlenül azért, mert hogy C++-ban olyan rengeteget használnánk, hanem nagyon fontos alapja egyéb script nyelveknek, például azért python tényleg nagyon-nagyon sokat használják, de egyéb nyelvekben is azért sűrűn előfordul, csak hogy ami mögötte van, ugye ez egy rendezett, kiegyensúlyozott bináris fa, pontosabban egy piros-fekete fa, szerintem ez már ismerős lehet, és akkor innentől kezdve tudjátok, hogy, 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 hogyan járható be, hogyan működik, milyen hatékonyságú, tényleg ezeket mindig azért így tartsátok szemet, gondoljátok végig. Ugye rendezve van, ugye a rendezést ugye ez az operátor fogja nekünk adni, és például itt van egy ilyen stringint map, ahol mondjuk gyümölcsöket rendezünk, és látjuk, hogy itt a rendezés ugye a, a key alapján történik, ugye a grép az kisebb, mint az orange, az orange-nál meg nagyobb a queens, a queens kisebb a plam, és így tovább. Jó? És ugye ez ezért tud adott esetben hatékonyabb lenni, mint egy vektor, mivel hogy rendezve van, és még ki is van egyensúlyozva. Jó? Most tényleg csak így zárójelbe jegyzem meg, mert nem az én szakterületem, de itt ugye a, a vektornak a bejárása az ilyen, ilyen nagyon úgymond lépésű, egy ilyen piros-fekete fának pedig ugye a log 2 lépés, tehát tudjuk, hogy hiába nő mondjuk nagyon az elemszám, ugye a lépésszám azért olyan, olyan tehát log 2 lépésszám marad, de ahogy mondtam, nem az én szakterületem, de csak tényleg, hogy, hogy miért érdekes, hogy ilyenekre gondoljatok, hogy, hogy sokkal kevesebb lépésből megvan egy elem, mint mondjuk egy vektorban. Jó. Cserébe van egy kis overheadünk, ugye itt a pointerekkel, döntsétek el, hogy mit szeretnétek használni, azért alapvetően tényleg C++ a vektor az alap, de hogyha tényleg sok adatotok van, tényleg sok elemen akartok így végigmenni, akkor a map az egy, egy jó hatékony választás lehet, főleg hogyha memória korlátaitok nincsenek, az esetek többségében amúgy nem nagyon vannak. Jó. Na, menjünk is tovább. És akkor, ugye itt tényleg csak fölvillantom a map-nek az implementációját, mert, mert nem fogjuk ezt megélni, csak használni fogjuk. Ugye itt látjuk a szokásos iterátoros dolgokat, ugye egyrészt a value type, amit látjuk, hogy egy ilyen pár lesz. Ez egy standard library-beli adatszerkezet, egy ilyen key-value per tulajdonképpen, de itt bármilyen lehet, ugye itt a key és a value ugye a, a típus paramétere ugye a map konténernek, a map osztálynak, és akkor tulajdonképpen a value type maga, amit a konténer tárol, az, az ez lesz. Ugye nyilván itt az iterátor, const iterátor, ugye ez hát valószínűleg egy pointer lesz, ugye a, a, a piros fekete fának egy nódjára, hát mi más, de azért ezen is el lehet gondolkodni, hogy hogy hatékony ez, mint hatékony, nem fogjuk most igazából megnézni. Időhiány szerintem ez most elhagyható, fontosabb, hogy inkább a használtát értsük meg. Ugye megint itt van a begin end, ugye szokott módon, ugye ez az, ami visszaadja nekünk az iterátorokat, amik a bejáráshoz szükségesek, és akkor látjuk, hogy itt van ez a value referenciát visszaadó operátor, hát mi ez a value referencia? Ugye itt a, a típus paraméter, ugye mondjuk egy látott, a korábban látott string int tempétnél ugye mondjuk egy integer referencia, ugye, ahogy mondtam is, itt visszalapozok gyorsan, látjuk, hogy itt ez a subscript operátor, ugye, amikor ezzel a stringgel subscriptelünk, ez itt ebben a konkrét esetben egy int referenciát fog nekünk visszaadni, azért mert ugye a value type uh, itt konkrétan most integer. De ugye nyilván ez olyan referenciát fog visszaadni, amiben itt ugye paraméterezzük. Jó? de hogy milyen paramétert vár, és akkor itt látjuk, hogy egy konstans e, key reference paramétert vár, ez megint ugye a sablomból érkezik, pontosabban a, hát a típus paramétere, ugye ennek a map osztálynak, és itt látjuk, hogy a konkrét esetben pedig ezzel a stringel subscriptelünk. Jó? Tehát még egyszer ebben a konkrét esetben. Látjuk, hogy itt egy stringgel subscriptelünk, ugye a subscript operátor pedig egy konst e, vagy nem konst referenciát ad vissza, attól függ, hogy milyen, euh, milyen, tehát hogy konstans vagy nem konstans ugye a konténerünk, ez esetben itt nem konstans, tehát egy sima euh, referenciát fog visszaadni, itt ez esetünkben egy, egy integer referenciát, amin keresztül meg tudjuk növelni annak a, a változónak az értékét, ami itt a szavakat számolja, jó? és akkor nyilván ez már itt e, akkor világos, ugye value referenciát adunk vissza, és e, ugye key referenciával e, fogjuk paraméterezni a subscript operátorunkat. Jó. E, értelmezve van rá egy fine meg fogjuk nézni ezt is, hát nem a meppen belül, hanem úgy egyébként, hogy hogy működik a fine függvény, e, megírhatjuk bele, ha gondoljuk, nem, vagyok, nem emlékszem pontosan, lehet, hogy a mebbe benne van alapértelmezésbe, ezt a, dokumentációba kell megnézni, most így nem ugrik be, tulajdonképpen visszaad egy iterátort a keresett értékre, vagy ugye az endre, hogyha nincs benne. Jó. Itt van ugyanúgy az irész, ezt megnéztük a vektornál, ugye itt is egy iterátort adunk vissza, sőt, ezt a vektorban még meg is írtuk. Ugyanígy működik: megkeresi az adott értéket. Pontosabban az adott értékre mutató iterátort adunk, adunk át neki paraméterül, amit ki szeretnénk törölni és kitölni. Nagyon egyszerű. Nyilván itt mepni azért bonyolultabb a dolog, mert kitőlünk egy nódot egy piros-fekete fából utána azzal azért teendőnk van. A vektorba volt valamennyi teendőnk, ugye a, rá kellett mozgatni a mögötte lévő értékeket. Itt azért egy picit több teendőnk van, de nyilván ezt is szerintem tanuljátok más tárgyakból, hogy ha tőlünk egy piros-fekete fából, akkor mit kell csinálni. Jó? Nem akarom elmondani, de ezért többek között ezért is nem fogjuk ezt megírni. Jó. Itt a másik, ugye, függvény hasonlóan működik, mint az irész. Ugye itt is tendünk van, ugye, megmondjuk, hogy mit akarunk. Ugye itt azért nem mondjuk meg, hogy hova, mert hogy ugye a piros-fekete fa, ugye, kiegyensúlyozott kell, hogy maradjon, rendezett kell, hogy maradjon. Tehát nyilván itt azért, azért ez nem ilyen egyszerű. Szerintem ezért nem is forszírozza a könyvsei részletesen, de tényleg itt csak, hogy lássuk a, a, az intuíciót a meg mögött vázlatosan. Jó, és akkor nézni fogunk egy példát, hát ennél egy picit azért szerintem egyszerűbben fog kinézni, de akkor látjuk, hogy megint itt ez a, ez a tőzsdés példánk lesz, ugye ez a Jones index, ugye amilyen string double meppárokat ad, és akkor ugye itt van a, hát mondanám azt, hogy a, a részvénynek a rövidített neve, erre, és akkor remélem ezzel nem mondok butaságot, és hozzá tudunk rendelni egy értéket. Na hát ez így tök kényelmes, mivel sokkal jobb, mint hogyha két külön vektorunk lenne, és akkor az egyikbe gyűjtjük a nevet, a másikba az értéket, szerintem így azért ez, ez sokkal jobban használható, jobban kezelhető. És akkor emellett e, tudunk adni egy ilyen súlyt is, ami megint csak ugyanazt csinálja e, csak itt már nem ugye az értéket rendeli hozzá, hanem a súlyt, illetve egy picit más, hogy működik, mert itt a még per függvényel fog ö, hozzáadni a, a maphez értékeket. Na most a kettőnek az eredménye nagyjából ugyanaz, nyilván lesz egy piros-fekete fánk, itt ugye a, a subscript operátorral adunk értéket, itt pedig ugye ezt az insert függvényt használjuk, nyilván ha, annyi, hogyha az insert függvényt használjuk, akkor ugye párokat kell hozzáadnunk, tehát erre mindenképp oda kell figyelni. Jó, mi ezt fogjuk használni, mert szerintem ez egyértelműbb és jobban is néz ki. Az, hogy hatékonyabb be, azt nem gondolnám. Szerintem mindegyik ugyanolyan jó. Ez nekem személy szerint jobban átlátható. De majd, ha odaérünk, megnézzük. Jó. Oké, és, és akkor ugyanígy a hozzáférés is, látjuk, hogy mondjuk subscriptelünk itt valamilyen részvényt, itt ebbe az esetbe, és ezt a értéket ki tudjuk másolni egy ilyen double változóba, hát ez tök kényelmes, mert itt akkor külön tudjuk használni, használni tudjuk a findot, tehát itt meg tudunk keresni esetleg egy részvényt, hogy benne van-e, itt ugye le tudjuk tesztelni, hogy az iterátor, amit visszaad az ende, és hogyha nem, akkor valószínű benne van, viszont hogyha end, akkor, akkor pedig nincs benne ebben a, ebben a vektor, meppen, bocsánat. Jó. Oké, és itt végig tudunk menni szépen a meppen, ugye itt megint látjuk, hogy itt a first meg a second nézzük, ugye itt a különböző ö, szimbolokon megyünk végig tulajdonképpen, és szépen itt be tudjuk járni magát a ezt a meppet, hogy, hogy lássuk, hogy milyen értékek vannak benne. Látunk egy ilyen kis ilyen a, hogy az inner productot hogyan tudjuk e, erre számolni. És e, látjuk itt ugye a, a value product e, függvényt, ezt fogjuk majd használni. Látjuk, hogy egy értékpárt e, kell neki átadnunk, tehát egy ilyen e, kulcsértékpárt tulajdonképpen, vagy hát kettőt, úgy értem, két kulcsértékpárt. És e, igazából itt e, csak egy ilyen kis e, belső szorzatot fogunk számolni, nyilván az inner product ez, ezt csinálja, és ezzel az inner fogjuk a, ezt a DJ indexet, Dow Jones indexet kiszámolni. Ugye látjuk, hogy szépen végigmegyünk ugye a, egyrészt magán a, az értékeken, illetve végigmegyünk a súlyokon, ahogy az inner productot is néztük. Megadjuk megint az iniciális értéket, itt ugye a, a 0.0, tehát egy double típusú lesz, és hát nullázni fogjuk. Ugye a külső művelet az a összegzés lesz, mint hát az inner product általában, a belső pedig a value product, ami ugye a kettőnek a szorzata lesz. Most itt ugye azért kell a value product függvény, mert ugye párokra fogjuk számolni, tehát kulcsérték párokra, és nyilván itt a szorzata a, a kell, hogy menjen, hiszen az maga az érték és a súly, ugye, hogyha nézzük a, a, a dó illetve a vejtet, tehát a súlyt, ugye a, a, két érték az a mindkettőnél a szekönd lesz. És meg kell nekünk mondanunk azt, ugye ebbe a policy paraméterbe, hogy pontosabban binop, binary operation paraméterbe, hogy mi legyen az, ami, ami szerint megy a számolás, tehát mit kell szoroznunk. Jó. Oké is. Na, és akkor tényleg itt a sok-sok tároló, meg sok-sok algoritmus, ugye itt a szekvenciális tárolók, ugye a vektorlista, meg a dequeue, ezeket megnézegethetitek, akkor pár ilyen asszociatív tároló, mi a mepet és a setet fogjuk megnézni, ugye van ilyen multi map, multi set, nagyjából abban különbözik, ha egy jelem többször is benne lehet, akkor van pár ilyen majdnem tároló, ugye a sima pucér örej, akkor a string, track, Q és sok más egyéb, ezeket majd nézzétek meg, a SCPP könyvben ezek tényleg részletesen benne vannak, talán a, a, függelék részben ott, ott, nagyon részletesen el vannak ezek, el vannak ezek írva, hogy hogyan működnek, miért érdekesek. Használják is azért a, a legtöbbet, természetesen továbbra is a vektor az alap, itt C++, de a többit is, többi is azért használatban van, érdemes megnézni. Jó, van pár ilyen C++ 11-es standard konténer, ugye ez az unordered map, unordered set, azokat talán ritkábban használjuk egy kicsit, mondom a vektor, lista és a map néha a set az, ami előkerül, a többi az azért ritkábban használatos. Jó, rengeteg dokumentáció van, tényleg van mennyiségű, online is, ugye könyvek is, Olvasgassatok, nézegessétek, uh, illetve ami nagyon fontos, hogy igenis tessék megtanulni hozzá a úgymond a computer science részt is. Tehát jó, hogy mi most itt megnézzük, meg kipróbáljuk, de igenis tessék megtanulni hozzá azt, hogy, hogy miért hatékonyabb, miért eh, ér, mikor érdemes azt használni. Tessék megnézni igenis a, a, a matek oldalt is. Hiszen az STL is beszéltünk múlt héten, nagyon erős matekra épül, nem véletlenül néznek ki ezek az a adatszerkezetek így, illetve nem véletlenül vannak ezek az algoritmusok így elkészítve. Jó, tessék utána olvasni, és igenis tessék megtanulni a, a számítástudomány részt, illetve az a algoritmus elméleti részt, jó? Mert egyébként egy sima ok képzés is elég lenne. Jó, tehát tessék megtanulni nem megbántva az OK és képzést, nyilván. Jó. De azért ez egy egyetem, itt tessék, tessék megtanulni. Jó, oké És akkor ugye Algoritmusokról már némileg volt szó. Ugye egy STL algoritmus az egy vagy több szekvencia, ugye iterátorpár formájában, tehát egy vagy több szekvencián működik, valamilyen iterátorpár formájában. Egy vagy több művelet van hozzárendelve, általában függvényobjektum formájában, de jók a sima függvények is. Megnézzük ezeket is. Egy, hogyha valami algoritmus eredménytelen, akkor az end iterátorral fogunk visszatérni, ezzel jelezve azt, hogy, hogy, hát vagy nincs benne mondjuk egy keresett elem az adott konténerbe, vagy valami hiba történt, valami nem, nem, jól működött, ezt majd tudjuk tesztelni, és hogyha az endert térünk vissza, akkor így tudunk, hát, vagy hibát kezelni, vagy jelezni, hogy, hogy valami nem, nem, nem úgy történt, ahogy kell. Jó. És akkor itt pár ilyen néhány hasznos algoritmus, ugye ilyen Find, Find If, ezeket meg fogjuk nézni a héten. Hát, sortot, copyt részben, szortot, copyt részben azért azokat is jó lenne megnézni. Most nem implementálni fogjuk, bár lehet, hogy a copyt igen, de megnézzük. És akkor ilyen Unicopy, Merge, Equal, ilyesmi ezeket mind-mind érdemes azért így, hát nem az, hogy ismerni, de tudni róla, hogy, hogy, hogy van az algoritmus headerben, azért ezek elég jól le vannak írva. Jó. De mondom, tényleg lapozzátok fel a SCPP könyvbe, a, a függelékben részletesen le vannak írva, illetve a, a, generikus programozás fejezeteknél azért elég sok példa van erre, hogy, hogy ezek hogyan működnek, de tényleg részletesen az SCPP könyvben Találjátok. Illetve az aktuális dokumentációba, ami ugye a CPP Reference Manuál online, ott is meg tudjátok nézni, ezek ott is le vannak írva. Az még aktuális is, mert a könyv azért olyan 5-6 éves, nem azt mondom, hogy elavult, de azóta már vannak ö, ö, kiegészítések, meg új megközelítések is. De az alapok nem változtak. Jó. Oké, és. Másolás, ez is ugye előjön, alapvetően itt ezt olyan részletesen nem is fogjuk most megnézni, tényleg itt csak az, hogy talán a, a vektornál használtuk ezt, ugye itt, amikor ugye adunk egy iterátorpárt arra a konténerre, amit másolni, vagy ahonnan másolni szeretnénk, illetve adunk egyet, ahova másolni szeretnénk. Nyilván itt elég csak egyet, mert úgyis végig fog menni, és akkor szépen itt uh, ugye történik a másolás, ezt emészgessük, értsük meg, hogy ez miért így néz ki, miért így működik, mindenképp érdemes. Jó? Fontos, hogy a az iterátort léptetjük, és dereferenciáljuk. Jó? De mindenképp nézzük meg. Akkor uh, itt van például egy használat, ugye a kopira, uh, de mondom, ezt, ezt néztük a a, a vektornál, ezt azért kipróbáltuk, talán így másoltuk le kezdetben, legalábbis a inicializáló listás konstruktor esetén az elemeket, tehát ezzel sima copy függvényjel, most már akkor tudjuk is, hogy hogyan működik, akkor itt van például a másik, ugye a sort függvény, ami sorba rendez. Jó? És akkor most tényleg nem fogjuk megírni a sortot, csak tényleg paraméterezni fogjuk, ezt is majd meg fogjuk nézni. Na. Ezzel nem igen fogunk foglalkozni. Alapvetően ezt csak azért hagytam benne, hogy a, a könyvbe is találkozhatok ezzel. Én megmondom őszintén, hogy ilyen o-stream iterátorokat én személy szerint nem igen használtam, de előfordul, hogy kellhet, és akkor tényleg itt, hogy, hogy tényleg ezeket a austrian hogyan lehet használni így iterátorokkal. Na most alapvetően mondom, ezzel nem nagyon fogunk foglalkozni, de tényleg csak van, amikor előjön, hogy ilyen input és output iterátorokat különféleképpen kell használni, különféleképpen kell itt paraméterezni ezeket. Tényleg nem fogunk ezekkel foglalkozni, csak lássuk, hogy itt például egy ilyen O-Stream iterátort paraméterez, itt pedig egy ilyen E-Stream iterátort, ugye attól függően, hogy output vagy inputunk van a streamről, de mondom, ezt tényleg rátok bízom, alapvetően megnézegethetitek, mint nem fogunk vele foglalkozni. Jó lenne, talán, de időhíján sajnos nem fogunk tudni rá külön kitérni. És akkor nyilván itt ezt megadhatjuk, tehát itt például egy ilyen tesszöveget, ugye amit az imént is néztünk, kipróbálhatjuk vele, hogy hogy működik. Könyvbe le van írva, Akár még, akár még ki is próbáljátok mert szerintem teljes kód van a könyvbe, de mondom, én ezt nem fogom így, így kérni. Hanem amit jobban meg fogunk nézni, ez a set, tulajdonképpen ez is egy rendezett, kiegyensúlyozott bináris fa, ugye a kacsacső operátorral rendezjük elnézést, hogy így mondom, de ezzel ez adja a rendezést, és ugye a stringnél, ugye ez... Bizonyos értelemben ABC-sorrendet ad, de inkább ilyen ilyen. Mjárk mondom, unicode tábla sorrendet. Szóval rendez, de azért, ha a magyar ékezetes nem oda kerül, ahova gondoltátok, akkor ne lepődjetek meg. Unicode tábla szerint megy a rendezés. Jó. És akkor látjuk, hogy ez is egy ilyen egyszerű kis bináris fa lesz. Ugye lesz egy, egy kulcsunk, ugye. Hát ez esetben egy sima string, illetve egy bal és egy jobb oldali részfa, ugye amúgy ilyen not pointerekkel fog hivatkozni a gyermekcsomópontokra. Jó, de ami a lényeg, hogy ez is egy rendezett, kiegyensúlyozott bináris fa, ami ugye a hatékonyságra hatással van, tehát hasonlóan ö, alakul a hatékonysága, mint a MAP adatszerkezetnek. Így jó. Ki fogjuk ezt is próbálni, egy nagyon egyszerű kis példát megnézünk, itt ezt annyira nem lehet bonyolítani. Szóval tényleg csak egy egyszerűt nézünk. Ami algoritmus megnézünk, még az a copy IV. ha emlékezetem nem csal de lehet, hogy csak a sima kopit nézzük meg, és azt is ma jövő héten, szóval az emlékezetem remek, de maradjunk annyiba, hogy meg fogjuk ezt is nézni. Ugye ez egy ilyen feltételes másolás, tehát másoljuk át az adott elemet egy másik konténerbe, ha egy ilyen predikátum teljesül, és ugye ezt a predikátumot tudjuk átadni neki paraméter, ugye megint egy típus paraméter lesz, erről múlt héten már szó esett, és hogyha ez a predikátum teljesül, akkor fogjuk elvégezni a másolást, egyébként csak léptetünk. Jó. Rendben van. És akkor itt van például egy ilyen, ilyen nagyon egyszerű kis példa. Hát itt egy, egy lambda expression befogja ezt a predikátumot itt definiálni, és egész egyszerűen itt csak annyi történik, hogyha a szám, amit éppen nézünk, minek után ez egy ilyen integer vektoron megy végig, tehát ha a szám az kisebb, mint 6, akkor fogjuk átmásolni. Jó? Egyébként nem. Egyébként nem. Oké. Okay. Jó, ö, ugye függvényobjektumokról lesz szó, ezt majd megnézzük kódban, mert ott azért egy kicsit... Ö, beszédesebb, de most egyelőre legyen annyi, hogy a functional headerben nagyon-nagyon sok ilyen predikátum, illetve binary operation elérhető. Ugye itt a különböző műveletek, ugye itt szorzás, osztás, moduló, tényleg nagyon sok, akkor itt az egyenlőségre kisebb-nagyobb, akkor ilyen logikai kifejezésekre találhatunk előre megírt függvényeket és függvényobjektumokat. Ugye akkor itt az unáris, mondjuk ilyen negáció vagy logikai tagadás, ezeket is. Aztán van sok, ami hiányzik, ez a, ez a kisebb vagy nagyobb, tehát ezek azért hiányoznak, írjátok meg ti, akár működhet úgy is. Jó? De a functional headerben rengeteg ilyen bináris és unáris függvényobjektum megtalálható amit hát, ilyen illetve predikátumok is, azért az is van, az is van. Jó. Az előadás rész alapvetően ennyi, de ne menjetek sehol, mert még van egy kis időnk programozni, dobjátok be a kérdéseket, ha vannak. Na nézzük akkor ezt a findot, egy ilyen iniciális verziót. Jó. Na. Oké, és hát alapvetően a programunk egy vektoron fog működni, mégpedig egy, hát most egy integer vektoron igazából teljesen mindegy, meg generikusra fogjuk elkészíteni. És akkor csináljunk egy findot. Kezdjük a szokásos ménünkkel, és akkor egy egyszerű integer vektort készítsünk, és ebbe mondjuk a standard inputról fogjuk beolvasni az értékeket, és legyen egy érték, amit keresni fogunk, mondjuk keresjük a tizet. Jó? És akkor szépen olvassuk be, Ugye az alba az értékeket. Egészen addig, amíg ugye integer olvasunk. Jó, tehát beolvasunk a Standard Inputról értékeket, és használjuk ezt a fine függvényt, amit mindjárt meg fogunk írni. De ez a fine függvény nekünk ugye majd egy iterátort fog visszaadni. És ugye hol keressük? Ugye keressük a vektorban az x-et. Pontosan az x-et fogjuk keresni. Jó, na de akkor írjuk meg ezt a findot. Azzal, hogy itt a p-vel mit csinálunk, azt majd mindjárt megírjuk. A lényeg nekünk most csak annyi, hogy ugye szépen itt végigmegyünk a vektorunkon, keresjük az x-et, és ez a find vissza fog adni egy iterátort, ugye arra az elemre, aminek az értéke a keresett, tehát ez esetben 10, vagy visszaadja endet, mert ugye ha nincs benne, akkor endre mutat, de azt majd kiba kezeljük, ezért írtam ide. Jó, na úgyhogy akkor nézzük meg, hogy hogyan is néz ki egy ilyen fine függvény. Ugye egyrészt kell nekünk egy iterátor paraméter, illetve kell nekünk egy típus paraméter. A típus paraméter pedig ugye az, hogy mi a típusa annak a, a változónak, amit ugye keresünk alapvetően. Ugye iterátort adunk vissza, Tehát iterátor lesz a visszatérésünk, ugye lesz egyrészt egy iterátor az első elemre, lesz egy iterátor az utolsó elemre, illetve egy érték, amit keresünk, de ne is érték legyen, hanem referencia. És ezt a értéket fogjuk itt keresni. Na hát innentől kezdve pedig egy, egy nagyon egyszerű kis és algoritmus tényleg csak annyit csinálunk, hogy szépen végigmegyünk, és hogyha amíg nem a. ugye a megállási feltétel az, ha a végén vagyunk, vagy ha megtaláltuk, ugye? Tehát amíg az első nem egyenlő az utolsóval, valamint a. hát hogy csináljuk csillag first? Nem egyenlő az értékkel, addig ugye lépegetünk, egyébként meg visszaadjuk. Jó? Tehát, ugye mi történik? Ugye az történik, hogy megnézzük, hogy a végén vagyunk-e már, vagy megtaláltuk-e az értéket. Jó? És hogyha, ugye, yeah, nyilván. Valamelyik oké, okay, akkor nyilván visszatérünk, tehát ha a végére értünk, vagy hogyha megtaláltuk az értéket, akkor visszaadjuk fölszöt, de egyébként meg még lépegetünk. Jó. Oké, okay. győzzük meg magunkat arról, hogy ez így rendben van. Oké. Okay. Na, ugye, hogyha nincs meg a keresett érték, akkor alapvetően csak annyi történik, hogy itt a endet fogjuk visszaadni, mert ez itt szépen végigmegy. Jó? Tehát itt akkor az endet úgymond a láztat fogjuk visszaadni. Egyébként meg, hogyha ugye yeah, ez, ez teljes, jó pontosabban ez hamis, akkor pedig azt fogjuk visszaadni, azt az elemre mutató iterátort, ami ugye az értéket tartalmazza, tehát a keresett értéket. Jó. Na de akkor itt ezt kezeljük is le, és akkor nézzük meg, hogyha ez a P hogy is akarom, hogyha ez nem egyenlő a V-enddel, akkor az azt jelenti, hogy megtaláltuk, viszont hogyha az az end, akkor pedig nem találtuk meg. Így van. Na de próbáljuk ki. Reméljük, hogy nagyon sok hibát nem tettem bele. Igen. Igen. Inkludok nem ártanának. így akkor hát, ha még le is fordul. Jó, na nézzük, működik-e, és akkor adjunk neki értékeket, ugye? Hát, nem bonyolítom túl. q ugye kilépünk, és azt mondja, hogy megtaláltuk. Ugye, mert a 10, az benne van. Most nézzük meg úgy, hogy nincs benne, így meg azt mondja, hogy nem találtuk meg. Még ez is működik, tehát üres vektorra is azt mondja, hogy nem találtuk meg. Majd lehet, hogy elegánsabb lenne azt mondani, hogy nincs a vektor belem. Kiba kezelés, majd megírjátok. Jó. Hát úgy tűnik, hogy működik. Egy ilyen nagyon egyszerű kis findot sikerült elkészítenünk. Jó lenne megnézni ezt a predikátumos... Verzióját is. Hát én ezt most elmentem új néven. Fine 2, csak hogy olyan beszédes legyen a név. És alapvetően itt akkor már nem egy értéket fogunk átadni, hanem egy predikátumot. És ez már egy Hát egy fogalom lesz tulajdonképpen, pontos, hát egy predikátum lesz tulajdonképpen, amit itt ki kell értékelnünk, hogy, hogy igaz vagy hamis. Most a törzs alapvetően annyit változik, hogy nyilván továbbra is megyünk szépen végig, és a végig megyünk, Üm, viszont itt már nem értéket fogunk ellenőrizni, hanem az, hogy az a predikátum az, az igaz-e, amit átadunk. Tehát hívjuk ezt a predikátum függvényt mégpedig az aktuális értékre és ugye egészen addig megyünk, amíg ez igazán nem válik. Jó, tehát látjuk, hogy itt ezt a, a predikátumot fogjuk használni, amivel ugye paraméterezzük, hát pontosabban amit átadunk paraméterül a, a fájnak. Na most ez ahogy mondtam lehet függvény, függvényobjektum, ugye és formátum szerint mondjuk lambda expression is. Ezeket fogjuk most akkor, akkor megnézni. Na, ugyanígy ö, alapvetően föltöltünk egy vektort, viszont most annyiban módosítsuk már ezt a dolgot, hogy ne konkrét értéket keressünk, hanem mondjuk keressük meg a, a páratlan számokat. Jó? Tehát, hogyha van benne páratlan szám, akkor, ö, akkor jelezzük, hogy megtaláltuk, vagy nem találtuk meg. Jó, tehát akkor innentől kezdve ez az x ide már nem fog kelleni. Ugye a beolvasás az marad, ugye itt megint megy a keresés. Ugye ezt kell nekünk átírni. Itt pedig paraméterül át fogunk adni egy odd nevű függvényt. Ugye az a páratlan. Igen, az a páratlan. Jó. Viszont ezt a függvényt akkor itt nekünk el kell készítenünk. Hogy néz ki ez a függvény? Hát egy igaza vagy hamisa tér vissza, ugye nyilván, mert ugye itt a, a, a predikátum maga az, az vagy igaz, vagy nem, tehát ugye a, a kiértékelés. Paraméterül kell neki egy integer, hát jelen esetben most integer-t adunk át, ezt is lehetne generikusan írni, szépen, de most egyelőre ez így rendben van, és itt annyit csinálunk, hogy visszaadjuk. Ugye a moduló 2-t, ami tulajdonképpen ö, igaz lesz, hogyha a szám páratlan, hamis, hogyha páros. Jó. És akkor itt szépen meg is van nekünk, ahogy megyünk végig, és ezt a függvényt tulajdonképpen itt fogjuk szépen ö, kiértékelni jelen esetben. Jó, de próbáljuk ki, nézzük meg, hogy működik-e, oké, és akkor hát, először írjunk be páros számokat, jó, erre azt mondja, hogy nem találta meg, most írjunk be egy páratlant is, jó, erre pedig azt mondja, hogy megtalálta. Hát, akkor ha minden igaz, akkor ö, úgy tűnik, hogy ez is működik. Ugye, amit itt ö, látni kell, hogy, tehát még egyszer, hogy itt ö, adunk egy ilyen ö, predikátum típus paramétert, amit itt a find függvény, ö, paramétereként fogunk használni. Ö, ez esetben itt most ez egy függvény, majd megnézzük, hogy ez hogyan működik ö, picit másként is, és ezt itt tudjuk, átadjuk paraméterül, és ezt itt szépen kiértékeljük. Csináltunk már ilyet, hogyha emlékeztek rá, akkor a, mikor a function osztályt írtuk, ugye a GUI programban, amikor függvényt rajzoltunk ki, akkor is egy függvényt adtunk át itt paraméterül, csak ott ugye type-defelgettünk egy kicsit, hogy, ne egy konkrét legyen, hanem egy tetszőleges függvény. Mindegy, ott most maradjunk annyi, hogy ez is hasonlóan működik, csak ott nem ilyen típus paraméterként volt, hanem ott konkrétan megmondtuk, hogy egy double paramétert váró, double értékkel visszatérő függvényt kell megadnunk. Hát itt most ez alapvetően egy, egy bool és egy int függvény kell, hogy legyen. Ugye nem csak ilyen értelemben, tehát nem csak modulót lehet itt számolni, és akkor itt mutatnám is a következő dolgot. Mégpedig mondjuk adjuk vissza, hogyha mondjuk egy érték nagyobb, mint 42. És akkor most itt adunk egy ilyen larger than 42 és itt nem azt X moduló 2-t fogjuk visszaadni, hanem azt, hogy X nagyobb, mint 42. Jó? X nagyobb, mint 42. Alapvetően itt most arra akarnék kiukadni, hogy kicsit úgy bonyolítsuk itt a, a predikátumunkat, és Egyelőre ez még szörnyű, mert miért van 42, meg hát mi az a 42, ugye? De alapvetően ilyet is tudunk csinálni. Ez már a harmadik verzió lesz. Jó, és akkor itt szépen végig tudunk menni, és hogyha beleteszünk egy nagyobbat, ami egy számot, ami nagyobb, mint 42, akkor kiírja, hogy, hogy megtaláltuk. Jó. Na de hát most milyen 42, meg hogyha 28-at akarok, akkor írjak egy larger than 28 függvényt is, meg, meg ilyesmi. És akkor ugye nyilván itt ö, jöhetnek különböző szerencsétlenkedések, hogy kihozok egy globális változót, és akkor ahhoz hasonlítom. Ö, hát megmutatom ezt is, de aki egy csinál, annak külön bugyor van. Ö, hogy is van, hogy larger than V, és akkor Ugye itt a V-hez hasonlítom, és a V-t meg kihozom ide ilyen, ilyen globális változóba. Jó, és akkor ez már tényleg a rettenet egy, egy újabb foka. Lehet, hogy nem is lenne szabad ezt megmutatnom, mert följelentetek itt a, a T-on, de akkor nézzük meg ezt is. Jó, de alapvetően működik. Jó. De ahogy mondtam is, hogy globális változókat ne használjunk, na mindegy, szóval ez tényleg rettenetes. Jó, tehát ez, ez tényleg rettenetes. Mit lehet tenni? Ugye alapvetően ezekre találták ki a függvényobjektumokat, hiszen ilyen függvényobjektumokat tudunk majd már paraméterezni igazából ilyen értékekkel. Na de akkor hogyan is néz ki, és akkor ez a find 3, hát, ez nehogy véletlenül fölkerüljön a repóba, de még lehet, hogy föltöltöm, csak fölkommentezem, hogy ez rettenetes, hanem akkor nézzük meg, hogy hogyan kell ezt csinálni, hogyan lehet ez generikus. Ugyanígy egy predikátumot fogunk átadni, tehát igazából a find az, az nem változik, viszont erre a célra létrehozunk, egy ö, osztályt, és ezt az osztályt fogjuk használni. Ennek az osztálynak lesz egy privát tagja, alapvetően ez lesz az a tag, ami majd, ö, amihez majd hasonlítani fogjuk tulajdonképpen a, az értékeinket, és ezt egy ö, konstruktoron keresztül fogjuk ö, hát mondjuk úgy, hogy paraméterezni ugye ja, alapvetően a szokott módon. Szerintem itt különösebben ennek nem kell más testet adni, csak tényleg az, hogy, hogy legyen meg a, a úgymond, a, a, amihez hasonlítjuk. És ezeknek a függvényobjektumoknak az a működése, hogy a függvényhívó operátort fogjuk túlterhelni, Hát, function call operátor alapvetően, és ez fogja elvégezni nekünk az összehasonlítást. No. És ez már szépen itt egy búlértékkel vissza fog nekünk térni. Ezt ne felejtsük el, hogy ennek koncsnak kell lenni emlékeim szerint, de hogyha nem így van, akkor majd szóljatok rám. Jó. Na, és akkor mit kell tennünk? Azt kell tennünk, hogy itt létrehozzuk a példányt. Már is gyanús, mert ide, igen, itt larger than, elnézést az írás hibáért, larger és így szépen átadunk egy értéket, hogy minél kellene, hogy nagyobb legyen. Jó? Átadhatjuk ilyen magic numberként is, de magic numbereket se használjunk, úgyhogy akkor már is javítanám erre, hogy akkor ezt itt átírjuk x-re, és akkor ez az x, hát pontosabban ez az érték, az meg fog jelenni itt, ugye már ott a konstruktorral elkészítjük ezt a klaszt, szépen itt átmásoljuk ugye a lokális tagba az érték, lokális, hát a tagba az értéket, hát, és a call operátorral pedig szépen ezt, Megvizsgáljuk. Na, de akkor próbáljuk ki. Ez már a negyedik verzió. Még le is fordul. Jó, na, és akkor mit keresünk? Ugye a 42-t keresünk most konkrétan. Nézzük meg, ha nincs benne. Nem találtuk meg nézzük meg, hogyha van ennél nagyobb, akkor pedig megtalálta. Akkor megtalálta. Jó. Szuper, szuper működik. Jó. Oké. Na, szóval függvényobjektumokat még fogunk csinálni jövő héten. Orvérzésig rengeteget, tehát gyakorolni fogjuk, hogy ezek hogyan működnek. Amit érdemes megjegyezni, hogy itt a function call operátort kell túlterhelni, és ez lesz majd az, amit ugye itt a find-ba hívódni fog, tehát ugye ez a, ez a predikátum tulajdonképpen itt fog működni. Tehát ez a function call operátor, ez tulajdonképpen ez lesz. Ez lesz. Jó. Na, fogjuk ezt még gyakorolni. Még egy dolgot megmutatok. Még arra pont van idő, mert ö, azt szerintem még érdemes, hogy azért nem mindig kell ezt feltétlenül ennyire túl bonyolítani, Ez pedig az, hogy lehetőségünk van itt is lambda kifejezéseket használni, és akkor nem kell itt a függvényobjektumokkal foglalkoznunk, és ennek a helyére tudunk írni egy egyszerű kis lambdát, mégpedig, aminek ugye egyrészt át kell adnunk az értéket, de miért ebből int, bocsánat, egyrészt átadjuk az értéket, és itt pedig szépen megvizsgáljuk, hogy ez az e, ez nagyobb, -e, mint mondjuk egy szám. Mondjuk 42. Jelen esetben. Jó, tehát itt egy egyszerű kis lambdával is tudjuk paraméterezni a findot És reméljük, hogy nem írtam el, de hát próbáljuk ki. Oké. Jó, és akkor megint itt szépen megyünk végig. Oké, okay, most megtalálta. Most pedig nem találta meg. Jónak tűnik. Persze ezt még sokat kell tesztelgetni nyilván, hogy biztos jó-e, de most csak így megmutatnám, hogy, hogy ezt így is lehet. Jó. Ha át akarunk adni, hát ez már lambda expression -ök. Nem feltétlenül akarnék ebbe belemenni, bár nem biztos, hogy ártana, hogyha változót akarunk átadni, akkor ide a Lambda introduceren belül, hát inkább azt mondom, hogy ez a érzékenységi lista, ide az érzékenységi listában nekünk jeleznünk kell, hogy át kell adnunk ennek a Lambda expressionnek változókat. Na most tényleg csak így nagyon röviden, mert nem akarok ebbe most részleteibe. Könyvben benne van a SCPP könyvben ez egyébként előadás feladat is, de zöld feladat, hogy ezt meg kellene tanulni, hogy itt, ebbe a, hát itt a szögletes záróják között, ezt hívjuk érzékenységi listának, itt át tudunk adni változókat, illetve tudunk jelezni dolgokat, hogy mit szeretnénk használni itt ebbe a, a lambda kifejezésbe. Na most alapvetően itt a, a mögöttes tartalom csak nagyon röviden, konyha nyelven annyi, hogy ezek a a lambda expression pontosabban ez a lambda function, ez nem itt van lokálisan. Jó? Tehát meg kéne neki mondani azt, hogy milyen lokális változókat, mármint, hogy innen lokális változókat akarunk itt ebbe a functionbe használni, és ezt tudjuk ezzel az érzékenységi listával itt szabályozni. Na most, ha itt én az, egy ilyen és dobok be, akkor ezzel azt mondom, hogy minden lokális változót adjunk át ennek a lambda functionnek referencia szerint. Jó? Tehát referenciát átadunk ö, ennek a lambda functionnek. Jó? Ez itt most egyszerű, hát szerintem itt működne az x is, de mindjárt kipróbálom. Így van. Tehát itt működik az x is, azzal ezzel jelez, hogy ezt az x változót akarjuk itt használni de elvileg itt működik ugye ez a sima ésjel is, ezzel jelezve, hogy mi ezt a változót szeretnénk neki átadni, tehát láthatóvá tenni, inkább úgy mondom nem átadni, hanem láthatóvá tenni ezeket a változókat. Jó? Ha ezt használjuk, akkor az azt jelenti, hogy minden lokális változót láthatóvá akarunk tenni, ebbe a függvénybe, hát mi az a lokális változó, hát ami ebbe a szkóban van, és látható. Most azon gondolkodok, hogy lokális vagy látható, de szerintem a, a lokálisak. De ezt majd megnézem. Jó? Most erre hirtelen nem emlékszem. Jó? Maradjunk annyiban, hogy enélkül ez nem igazán működne. Kezdjünk egy viszonylag egyszerűvel, amit majd persze aztán jól meg is bonyolítunk. Ez pedig legyen az egyszerű accumulate, amit néztünk is előadásom. Na, úgyhogy akkor, mit is akarok, igen, tehát nyilván kiírni, meg kiírni fogunk, meg használni fogjuk most a vektort, úgyhogy ugyanis nézzen ki ez a dolog, tehát van nekünk egy ilyen, ilyen sima standard névtérbeli vektorunk, ami hát ah, ne így legyen, legyen double, mindegy, csak hogy lássuk, és ö, inicializáljuk is valamilyen értékre, ami nem túl látványos, de legalább valami legyen, és csináljuk csak annyit, hogy itt kiírjuk majd a, a szorzatát, tehát a, hát, vagy attól függ, tehát ezt az accumulate függvénynek az eredményét, és igazából itt csak annyit csinálunk, hogy szépen itt megyünk. tehát ugye ugyanúgy az elejétől a végig, ahogy szoktuk, ugye adjuk ezt az iniciális értéket, mit kell még csinálnunk, hát szerintem egyelőre ennyi, és egy új sorral lezárjuk. Na, szóval valahogy így néz neki, de írjuk is meg, hiszen az accumulate-et meg kell írnunk. Ugye egyrészt kell egy iterátor, illetve kell egy típus paraméter. Ugye az accumulate az a t-típussal tér vissza, Ugye kell egy iterátor az első elemre, opa, egy iterátor az utolsó elemre, illetve kell a t, mint az iniciális érték. Jó, tehát egy t típusú iniciális érték. Ugye ez most azért nem konstreferencia lesz, mert nyilván ebbe fogjuk majd tárolni, és ebbe fog, ezt fogjuk majd visszaadni eredményül. Jó. Na és akkor, amíg szépen menjünk végig. És itt annyit csinálunk, hogy a init-hez hozzáadjuk az init plusz a csillag first -öt. Lehetne ezt egy picit persze tömörebben is írni, de hát jó ez, most, és léptessük az iterátort. Majd, ha végigmentünk, akkor simán csak visszamásoljuk a, hát ez esetben a szummát. Na próbáljuk ki. Oké, okay. és ki is írja, hát reméljük jól. Igen, Így van. Gyors fejszámolás után erre az eredményre kellett jutnunk. Eddig ez azért szerintem alapvetően hát viszonylag egyértelmű. Ugye, ahogy néztük is, hogy tényleg ugye a szokásos iterátorok, ugye, amit talán egy picit újdonság lehet, hogy ugye itt a, a típusparaméter, hát most mondanám azt, hogy félig meddig itt a, a, a úgymond a hívás eredménye, nem mondjuk az egyébként is, de... Um, tehát itt, itt tényleg a, a, típus, hogy mit adunk vissza. Uh, kérdezhetnétek, hogy ilyenkor mi változik. Uh, ugye, amit mondtam, hogy ilyenkor tránkételődik elődik uh, ugye a, az érték, és az a baj, hogy nem a végeredmény fog tránkételődni, elődni, hanem már itt a, 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 műveleten belül is. Ugye ebbe az esetbe ez az init ez egy integer típus lesz. Jó, tehát ez a t, ez egy integer típus lesz, és itt ez már itt problémás ilyenkor, úgyhogy figyeljünk oda a típusra. Mindenképp figyeljünk oda. Jó, ugye itt látjuk, hogy double van, akkor double-el paraméterezzük. Ugye itt mondtam, hogy lehet kezdőértéket is adni, hát itt mondjuk legyen egy, igazából, és akkor, hogyha ezt így, így adjuk, akkor látjuk, hogy itt már van egy kezdő érték, mert hogy egy ilyen nagyobb lett, mint amennyi lenne egyébként. Bőleg egészítsük ki egy ilyen binary operatorrel. Elmentem itt új névem. Az alapműködés tulajdonképpen ugyanez lesz, csak itt már a magát a műveletet is át fogjuk neki adni paraméterül. Úgyhogy akkor kell még egy típusparaméter. paraméter, mégpedig ez a Binop típus paraméter. illetve nyilván, ha ezt itt szeretnénk használni, akkor ez itt jó lenne, hogyha megjelenne, hát ez itt simán op legyen. És akkor itt át tudjuk adni paraméterként a függvénynek, hogy mit is csináljon, tehát mi is történjen. Most a függvénytörzse alapvetően annyit fog változni, hogy itt hát nem meglepő, hogy itt egy függvényt fogunk átadni, hogy ezt a függvényt hívjuk mégpedig erre a két paraméterbe. Hát hasonlóan, mint ahogy csináltuk korábban is. Tehát ezeket adjuk hát paraméterül annak a függvénynek, amit meg itt hívni fogunk. Na jó, de hát mi ez a függvény, ugye, vagy hát mi ez a művelet, mert tulajdonképpen itt inkább jó szerintem a művelet szót használni. Ugye, ugyanúgy van nekünk egy vektorunk, ugyanúgy számoljuk az accumulated csak itt harmadik paraméterbe át kéne adnunk egy, hát vagy egy függvényt. Vagy egy függvényobjektumot, ahogy eddig is csináltuk. Jó? Hát itt most akkor a változatosság kedvéért ne összeg legyen, hanem szorzás. Hogy van multiply, tehát hogy így szorzat legyen. És akkor írjuk is meg ezt a, ezt a szorzást, ami hát nyilván azért nem egy atomfizika. ugye két paraméter, és visszaadjuk a szorzatokat. Tehát simán itt elvégezzük a szorzást, nyilván semmi különös. És hogyha mindent jól csináltunk, akkor készen is vagyunk. Na de próbáljuk ki, mert hát a puding próbálja az evés. Oké, okay, és eddig jó, és kiír egy nagykövér nullát, mert hogy az init érték nem jó. Legyen egy az init érték, mert ugye szorzunk, ez fontos. Ugye, hogyha itt az alapérték nulla, akkor ez nyilván végig nulla lesz. Ez azért nem kell olyan nagy matek tudás, de próbáljuk azért ki még egyszer. Jó, és akkor így szépen kiír nekünk valamilyen értéket. Hát bízunk benne, hogy jó. De lehet, hogy akkor egy picit egyszerűsítek rajta. Jó lesz ez így. Talán jó lesz. Próbáljuk ki. Na, és így már jó is néz ki, mert 5 faktoriális az 120. Jó, jó néz ki. Így van. Na, mit változott? Ugye itt átadunk egy ilyen műveletet, egy bináris, oper bináris műveletet, binary operatort. Jelen esetben ugye ez egy sima függvény lesz. Itt látjuk ezt a sima multiply függvényt. Itt fogjuk használni. Itt fogjuk használni ezt a függvényt, itt adjuk át paraméterül ugye az Accumulate-nek, és szépen ez itt minden egyes ilyen elemre elvégzi a, a szorzást. Jó, használhatnánk ö, függvényobjektumot, ez a másik verzió, úgyhogy akkor ezt is készítsük el, de most legyen a függvényobjektumunk is sablon tehát template osztály és akkor most itt a változatosság kedvéért használjuk a class kulszót csak hogy kicsit lássunk ilyet is ahogy mondtam teljesen mindegy, hogy mit használunk tényleg ugyanazt jelenti multi talán így a helyes. Jó, tehát használjuk ezt a függvényobjektumot, itt most nem kell ö, konstruktor, mert simán ö, át tudjuk adni a függvényhívó operátornak a két paramétert. Hát legyen már akkor itt is A meg V, ahogy ugye az imént is csináltuk, és igazából csak annyit adjunk vissza, hogy A szor V lássuk, hogy tényleg ugyanúgy működik. Jó, és itt is használjuk a konst szót, mert ez itt fontos, hogy konstans legyen. Pontos veszük, nem maradjon le az osztály definíció végén. És akkor nézzük meg ismét. Csak itt most akkor ennek a függvényobjektumnak a használatával. My multiplies. És ugye kell a típus paraméter, mert ugye itt látjuk, hogy ez template, tehát generikus, tehát akkor specializálnunk kell itt most ugye debőlre, de akkor itt miért deből van? Bocsánat, ott t kéne lenni, sőt, ha nagyon precíz akarok lenni, akkor const referencia Elnézést már így esteveledik. És ha ez itt megvan, akkor ennek kell hívni a függvényhívó operátorát. És ha jól dolgoztunk, készen is vagyunk. De nézzük meg! Tökéletes. Pikpak elsőre. Jó, mi mivel másabb? Ugye látjuk, hogy ez egy függvényobjektum, annyi, hogy itt ugye most lokális változó igazából nem kell nekünk, mert simán csak átadjuk a, a két értéket, ugye, amit, amit számolnunk kell, tehát igazából ez, ez így nekünk most teljesen rendben van, Én ez a, ennél egyszerűbb függvényobjektumot nem is lehet írni alapvetően, tehát ez itt nekünk rendben működik. Ugye amiben egy kicsit más a korábbihoz képest, amit néztünk, hogy ugye ez is sablon, sablonosztály, tehát templétosztály, generikus osztály, ezért itt, amikor használjuk, specializálnunk kell. De egyébként ugyanúgy működik alapjaiban, mint az előző. Na most, hatékonyságot tekintve, és egyébként ide is lehetne rakni, tehát ide is lehetne rakni lambda kifejezést, lambda function -t. Igazából hatékonyság szempontjából az, hogy ilyen függvényobjektum vagy lambda expression teljesen mindegy, hasonlóan jól működik mindkettő. Picit a függvény az, az hát nem azt mondom, hogy lassabb, mert mihez képest lassabb, meg, milyen környezetben lassabb. Vagy használjunk ilyen függvényobjektumot, vagy lambda kifejezést, jó, és akkor ne használjunk lambda kifejezést, amikor hosszú lenne a kód. Mert hogyha csak ilyen egy-két sor, vagy egy sorba befér az, amit csinálunk, mint például a, az imént volt a fine-nál, tehát, hogyha így, így, egy sorba befér, akkor nyugodtan használjunk lambda expression viszont hogyha kicsit hosszabb, bonyolultabb, akkor már használjunk függvényobjektumot, mert ezt fel tudjuk kommentezni, és sokkal áttekinthetőbb. Ez lesz a következő, mégpedig különböző rekordokat fogunk egymással összehasonlítani. De nézzük is meg, hogy mi hozzunk létre egy egyszerű kis struktúrát, amiben van egy név és egy cím mező. Ilyen kis, nagyon egyszerű, igazából különösebb értelme nincs, hát mondjuk egy ilyen ödrezbuk, lehetne egy telefonszám is, teljesen mindegy, és akkor azt néznénk meg, hogy ezeket hogyan is, hogyan is tudjuk így vektorba szervezni, és a vektoron belül rendezni ezeket valamilyen szempont szerint. Igen, include az nem árt, köszönöm. Ugye rögtön, hát a string már biztos fog kelleni, ahogy említettem, kelleni fog a vektor, mert majd egy vektorba fogjuk gyűjteni illetve valószínű input outputot is fogunk használni, úgyhogy az sem árt. Jó, na és akkor hogyan is kéne ezt? Készítsünk egy main és akkor vegyünk föl egy vektort, amiben ilyen rekordokat fogunk tárolni. Vektor rekord, és Hát, hogy, hogy csináljuk? Ezt írjuk be kézzel. Jobb ötletem nincs, de esetleg nem, sajnos nem készítettem fájt. Azt néztem meg, hogy esetleg van-e valami fájlom, de nincsen ami szomorú, de nem baj, majd akkor, Akkor majd kézzel beírjuk. Jó, hát mindegy, írjuk be kézzel. Úgyhogy csináltunk egy ilyen vektort, akkor a következő az, hogy hát gépészkedjünk valamit. Jó. szépen olvassuk be. Ugye A-ba, B-be. Mégpedig valahogy így. A-ba és B-be. Tehát szépen olvasunk be egy-egy stringet. Ami most nem biztos, hogy olyan szerencsés lesz, mert tulajdonképpen itt egy-egy szót fogunk beolvasni. De hát akkor úgy lesz, hogy ilyen név és város, mondjuk, csak hogy leegyszerűsítsük, viszont valami kilépési feltételt ennek kellene adni. Úgyhogy akkor itt szépen meg is adjuk ezt. Voltok hozzá, hogy addig megyünk, amíg az A vagy a B az nem egyenlő Q-val. Csak hogy lássunk, ilyen rettenetes, rettenetes ciklust is. Oké, okay, és, és, akkor ide dobjuk a pontos veszőt, mert az ott kell, és akkor itt pedig elvégezzük, hogy, hogy mit is csináljunk. Tehát elkészítjük a rekordot, és akkor itt annyit csinálunk, hogy a first a name tagja legyen A, a firstnek az address tagja pedig legyen B, és szépen hozzá kelljük a vektorhoz. És még reméljük, hogy működni is fog. Reméljük, hogy működni is fog de majd kipróbáljuk. Rendben van. Na, írjuk is ki egy kis solid debug üzenettel az elején, hogy before sort, mert ez lesz a sortolás előtti kiírásunk, és mivel hogy sima vektorunk van, ezért ezen végig tudunk menni. És itt csak annyit kell nekünk kiírnunk, hogy kell a rekordnak a name tagja, utána dobunk egy szó közt, utána kiírjuk a rekordnak az ödres tagját, majd egy új sort. Csak ilyen egyszerűen. És bízunk benne, hogy jó is. De jónak tűnik. Okvetlenül. De próbáljuk ki. Aztán ami hibát találunk, azt majd kijavítjuk. Névtél uh -huh. maradt, elnézést, oké, okay, eddig jó, na futassuk, szóval legyen egy Renátó Debrecen, legyen egy Tamás, Miracsád, és legyen egy Béla, mondjuk, nem tudom, Békés Csaba. Jó, megnyomjunk egy kút. Hát végül is kettő kú kellett, de határeset, akkor lehet, hogy mindkettőt kúzni kell. Na, és itt szépen látjuk, hogy még működik is, mert kírja azt, amit kell. Az lenne a feladat, hogy rendezzük sorba ezt a vektort. Na de ugye mi szerint, ugye itt most nekünk két lehetőségünk van, egyrészt sorban rendezhetjük név szerint, meg sorban rendezhetjük cím szerint. Hát írjuk meg mindkettőt. Nézzük meg, hogy a kettő uh, hogyan is működhet. Úgyhogy uh, ezt fogjuk használni a sima standard névtérbeli függvényt és ugye ennek a szortnak egyrészt át kell adni ugye a a iterátorpárt szokott módon, illetve egy ilyen policy paramétert, hogy mi legyen az a policy, ami szerint rendezni fogjuk a vektort. Jó? Tehát akkor hogy is vagyunk, ugye VR-nek hívják a vektorunkat, tehát VR begin, VR end, és kell egy policy paraméter, mondjuk ez a compare by name. Tehát legyen ez a neve, hogy compare by name. Jó. Na most látjátok, hogy zárójelet tettem, úgyhogy ebből már ki is találhattátok, hogy ez egy függvényobjektum lesz, amit itt fogok elkészíteni. Compare by name. Ugye megint viszonylag egyszerű a dolgunk, hiszen csak egy egy nagyon egyszerű, csak egy call operátor túlterhelés kell. Ugye két paraméterrel, két rekord paraméterrel, hát ez most az egyszerűség kedvé legyen A és B. És annyi történik, hogy visszaadjuk, Ugye az A.name, nagyobb B.name. Ugye jól mondom, nagyobb, nem kisebb, bocsánat, mert így csökkenő sorrendbe fogja szervezni, így pedig növekvőbe. Jó. Na most ilyenkor mi történik? Ugye ilyenkor a sima string osztálynak a kacsacsőr operátora fog hívódni, ugye mivel, hogy a name, az egy string. Jó, tehát a ném az egy nagyon egyszerű string, tehát ez az operátor fog uh, itt, nekünk a fogja itt nekünk a rendezési elvet uh, meghatározni. Tehát most mondom, hogy ABC sorrendben fogja rendezni, de ahogy ezt korábban is említettem, ugye Unicode kótábla szerint fogja uh, sorba rendezni. Na de próbáljuk ki, és akkor írjuk ki ismét, kis, kis uh, hiba követő, vagy hát, kis követő üzenettel, after sort by name, és akkor, ha minden igaz, itt akkor már a sorba rendezett uh, vektorunkat fogjuk kapni. Na, de próbáljuk ki. Na, igen, ezt jó lenne emlékezni, de szerintem az a sort az az Algorithm headerbe van. Egy include hiányzott. Így van. Ö, bocsánat, de a copy pasta az mindig hasznos. Most is használjuk, utasjuk. Kopipasta. Na nézzük. Szóval hogy beadtam itt az inputot, ugyanaz, mint az imént. Szortolás előtt szépen Frankunk kiírja nekünk, ugye ugyanabba a sorrendbe, aztán szortolás után, hát amennyire emlékszem az ABC-re, szerintem ez rendben van. Szerintem ez rendben van. Tehát sorba rendeztük itt a, a név tagja szerint, tehát a rekordnak a név tagja szerint. Jó. Nézzük meg a másikat, amikor a ödre szerint szortolunk, hát amúgy annyira nem bonyolult, tulajdonképpen ugyanazt kell csinálnunk, csak itt nem, az, nem a ném tagot nézzük, hanem az ödreszt. Tényleg ez csak ilyen gyakorlás kedvéért próbáljuk ki ezt is. És itt akkor szortolunk ismét. Ugye itt akkor a comply by address lesz a policy, after sort by address, a kiírás meg elvileg ugyanaz. Na de azért nézzük meg, mert igen, ez most lehet, hogy nem lesz olyan látványos, mert pont ABC órende van. Pont ABC rende van. és akkor lehet, hogy hozzáadunk még egyet, Csak gondoljunk ki egy jó példát. Eddig rendben van. Mondjuk sorba rendezzük név szerint, és utána sorba kéne rendezni város szerint. Hát jó kérdés. Próbáljuk ki. Mondjuk egy Károly és mondjuk Abony. Hülyeség lehet, hogy nem is jó. Na, lássuk. Hát, ne, mondjuk éppen látszik. Ugye eddig nem különösebben változott. Kiírta így jól. Ugye a név szerinti rendezés rendben van, és akkor nézzük meg a város szerinti rendezést. Ugye Abony Békés Csaba Debrecen Nyíregy, nyíracsát, tehát pont fölhozta Abonyt az első helyre. Tehát a cím szerinti rendezés is jól működik. Szuper. Alapvetően ez így szuper. De látjuk, hogy azért ez is egy egysoros valapi, szóval akkor miért helyettesíthetnénk egy elegáns lambda kifejezéssel. Úgyhogy akkor ezt itt én elegánsan ki is kommentelem, mert akkor nekünk ezek már nem fognak kelleni, hanem akkor ehelyett bedobunk ide egy lambda expression-t, mégpedig olyan formában, hogy átadunk két paramétert, ugye? Tehát, ugye szokásos lambda introducer, és akkor itt a paraméterekbe két rekordot, A és B, és szépen visszaadjuk, ugye A.name kisebb, mint B.name. Jó. Ugyanezt megcsináljuk a másiknál is, közben figyelünk, hogy ne roncsuk el, ha lehet. Csak itt akkor a ödreszt fogjuk használni. Próbáljuk ki. Gyanús, hogy mintha valami még kellene, de mindjárt megnézzük. De még az is lehet, hogy működik. Akkor megint lesz egy copy -pasta. És akkor ö, egy gyors check itt akkor a eredeti, itt van egy név szerint rendezett, itt pedig egy ödres szerint rendezett. És még jó is. Jó is, így van. Szuper. Na hát, megcsináltuk ilyen kicsit rövidebbre is. Ahogy mondtam, hogyha így egy sorba úgy nagyjából befér az egész. Hát mondjuk ez lehet, hogy már inkább két sor. De mondjuk ez azért még inkább egy sor, mint kettő. Tehát, hogyha így befér, akkor nyugodtan használtunk Lambda Expression, főleg, ha ilyen egyszerű dologról van szó. Egyébként, ha kicsit bonyolultabb a számolás, meg átadunk paraméterről valamit, meg ilyesmi, akkor használjunk függvényobjektumot. Lesz lehetőségünk bőven-bőven gyakorolni a iterátorokat hiszen alapvetően a téma ez lesz, tehát ez lesz a fő sodorvonal. Na most egy nagyon egyszerű texteditort fogunk készíteni, ami igazából arra szolgál, hogy ilyen szövegeket tudjunk benne szerkeszteni, de azért ne ilyen, ilyen Word vagy ilyesmire gondoljatok, hanem tényleg csak ilyen nagyon egyszerű kis ilyen, ilyen texteditor ami használ ilyen konténereket, amiket eddig is használtunk, illetve használ iterátorokat, amit ö, alapvetően most is ö, gyakorolunk ezekbe a hetekbe, és pár ilyen design megfontolást tartalmaz, amit így a, a listák és a vektorok kapcsán szerintem érdemes lehet ö, így elmondani, megfontolni, végig gondolni. Na most tegyük fel, hogy van egy szövegünk, tetszőleges hosszú, ö, teljesen mindegy, mondjuk 1000 karakter, vagy 5000 karakter, és ezt a szöveget szeretnénk valahogy kezelni, hát nyilván karakterenként, mert amúgy igen nehéz dolgunk lenne. Na most, hogyan lehet ezt szervezni? Hát csinálnánk azt, hogy az egész egy nagy string objektum, csak hát akkor azért ott nyilván így karakterenként változtatni meg, mondjuk van benne egy elütés, akkor azt hogyan javítjuk ki, hát az azért nem egyszerű. Ugye Csinálhatnánk azt, hogy mondjuk akkor nem egy string objektum, hanem egy ilyen karaktervektor, ami nagyon hasonlít a stringhez, de azért e, picit mégis különbözik. Tehát csinálhatnánk azt, hogy egy olyan vektor, ami így karaktereket tartalmaz. Hát Na igen, ám csak ugye beszéltük is, hogy mondjuk van egy e, tízezer elemű vektorunk, mondjuk már egy tízezer karakternyi szövegünk van, és a közepén van egy elütés. Hát, akkor mi történik? Ugye azt ki, mondjuk ki kell törölnünk, vagy be kell illesztenünk. Ugye ami azután a pozíció után van, azt mindenképp valahogy mozgatnunk kell. Tehát ez nem túl hatékony. Pontosabban hatékony, csak mivel hogy sok, ezért sok erőforrást viszel, nem kizárt, hogy még lesz, lenne egy kis érezhető ideje is annak, hogy, hogy azt az egy karaktert ott kiegészítjük, vagy átírjuk, hogy ilyesmi, ami azért nem szerencsés. Mondjuk az átírás az még, még hagyján, de hogyha mondjuk egy karakterbe kell illesztenünk, vagy ki kell törölnünk, akkor ott sok mozgatást kell végeznünk. Ugye egy tízezer karakter hosszú szövegnél mondjuk átlag 5000 karaktert kell mozgatnunk, hogyha valamit akarunk változtatni. És ez azért nem szerencsés, ugye a user nem szereti, hogyha a program megáll, mert akkor, hogyha túl sokat kell várni, akkor azt hiszi, hogy lefagyott és ki fog lépni. Na, úgyhogy akkor egy picit megtekerjük a dolgot, és azt fogjuk csinálni, hogy nem az egész szöveget rakjuk be egy vektorba, hanem soronként rakjuk be a szöveget egy-egy vektorba, tehát egy-egy sort rakunk be a vektorba, ezeket a sorokat pedig fogjuk és összegerebézzük egy listába. Miért jó a lista? Azért jó a lista, mert hogyha mondjuk egy mondatot ki akarunk cserélni, vagy be akarunk illeszteni, akkor igazából csak néhány pointer műveletet kell elvégeznünk, és nincs hatása a szöveg többi részére. Jó? Tehát, hogyha ki akarunk törölni, akkor tényleg csak kitöröljük az adott sorhoz tartozó vektort, illetve a megelőző, illetve a rákövetkező linkeknek a pointerét. Kicsit átállítgatjuk, ugye, megfelelően, hogy jó legyen, vagy ha mondjuk be kell illesztenünk egy sort, akkor megint csak annyi dolgunk, hogy, hogy létrehozunk egy új linket. Tulajdonképpen egy ilyen link lesz egy vektor, és azt fogjuk állítani. Jó. Illetve a szomszédos linkeket beállítjuk megfelelően. Jó. Szóval ez lenne az alap kiindulás, ilyen értelemben, hogy legyen egy listánk. Ami listában sorok vannak, a sorokat pedig egy karaktervektorba fogjuk szervezni. Hát kezdjük is el. Úgyhogy akkor nézzük is. Alapvetően kezdjük azzal, hogy definiáljuk ezt a lányt, csak hogy ne kelljen mindig kiírni. Jó, tehát simán csak egy aliaszt bevezetünk erre a karaktervektorra, a hogy ne kelljen mindig kínni, ahogy mondtam, ez lesz egy sor. Jó, rendben van. Na, és akkor nézzük meg, hogy hogyan is néz ki ez a ilyen dokumentum. Ugye egy ilyen dokumentumnak egyrészt van egy e, lista tagja, és ebbe a listába ilyen sorok vannak. Jó? Tehát ezek lesznek a, tulajdonképpen a sorok ebben az esetben. Tehát egy listába szervezzük ezeket a sorokat. Most nem állt, hogyha van egy konstruktorunk, ugye? mert valahogy azért el kell készítenünk ezt a dokumentumot. Hát én alapvetően azt mondom, hogy legyen egy default konstruktorunk, ami csak inicializál. Most itt van Komolyabban nem akarom bonyolítani, üm, igazából üm, szerintem ilyen másolás is, meg ilyesmi nem lesz, mert üm, mert tényleg csak így a, az iterátorakat akarom memóriakezelést is néztük a vektornál, az itt most nem olyan érdekes. Jó, úgyhogy nézzük meg ezt, és a alapértelmezett konstruktor pedig csináljon annyit, hogy ez a listához adjon hozzá, egy üres sort. Így módon. Jó? Tehát nagyon egyszerűen csak annyit csinálunk, hogy hozzáadunk egy üres sort, mint hogy egyébként is, hogy egy dokumentumban legalább egy üres sor legyen. Legalább legyen egy üres sor. Jó. Oké. Is. Na hát ez eddig azért nem túl vaskos. Nézem közben, hogy Mi legyen a következő? Hát érdemes lenne mondjuk valamit, amivel be tudunk olvasni. No, tehát amivel ilyen dokumentumokat be tudunk olvasni. Úgyhogy akkor definiáljunk egy operátort. az is a standard névtér, ugye? Az e-stream. Mindig elfelejtem, persze. Jó. Tehát egy e-stream operátort, és csináljunk egy olyat, hogy ugye egyrészt kell nyilván egy input stream, illetve a másik pedig egy dokumentum referencia, és akkor alapvetően ez az a része, ami talán a legcsúnyább lesz, hiszen itt karakterenként kéne. Köszönöm. Valóban. Tehát igen, ez itt most azért nem lesz elegáns. Alapvetően adunk neki egy inputot, és azt szépen sorokra kéne bontani. Hát itt nyilván az, hogy mi egy sor, hát itt ezen most lehetne vitatkozni. Én azt mondom, hogy legyen egy sor a peren tehát hogyha, hogy a perent uh, használjuk. Szerintem az egy jó megközelítés, meg hirtelen most úgy nem is jut eszembe jobb. Úgyhogy akkor uh, csináljuk ezt. Szépen megyünk végig, ugye karakterenként. Tehát olvassuk a bemenetet. És innyi, itt igazából megnézzük azt, hogy, hogy uh, tehát egyrészt szépen ezeket a karaktereket adogatjuk hozzá a vektorunkhoz, és hogyha ez a karakter peren, akkor hozzáadunk egy új sort. És alapvetően onnan folytatjuk gyakorlatilag. Tehát akkor vegyük ezt a d mi a dokumentumunkat, annak vegyük a lány tagját, ugye az, ami a listánk. Ugye a listának kéne az utolsó eleme, ugye, tehát az utolsó sor, ami ugye egy vektor, és ahhoz kéne szépen nekünk hozzáadnunk azt a karaktert, amit beolvastunk. Jó? Tehát még egyszer van nekünk ugye a dokumentumunk, ugye, annak van a line tagja, ugye az a lista, de ez ugye egy sorok listája, és ugye annak kéne az utolsó tagja, azt itt elkérjük, ami már egy vektor, tehát egy karaktervektor, és annak a végéhez, szépen hozzáfűzzük azt a karaktert, amit beolvastunk. Jó. Na most, hogyha ez a karakter, az, az újsor, tehát peren, akkor pedig, valamit furcsa, én a záróját elfelejtettem, ezt sose felejtjük el, mert az jót tesz az elmállapotnak. Jó, tehát hogyha ez egy peren, akkor pedig hozzáadunk egy új sort, ugye ahhoz a listához, ami ugye a sorokat tartalmazza. Nagyon fontos, hogy egy üres sort fogunk hozzáadni. Jó, mi történik itt? Ha új sor van, akkor fogjuk a dokumentumot, annak a line listáját, és a lista végéhez hozzáadunk egy üres sort. Tehát hozzáadunk egy üres sort. Jó. Még akár jónak is tűnik. Oké is. Ami itt még egy pici ilyen, hát nem azt mondom, hogy hiba kezelés, de azt mindenképp csináljuk már meg, hogyha mondjuk nem új sorra végződik, amit beírunk, mert ugye nem tettünk entet a végén, mint ahogy itt se, akkor tegyünk már egy új sort, jó? Ezt pedig úgy tudjuk megcsinálni, hogy megnézzük, hogyha az utolsó sor az nem üres, tehát ha az utolsó sor nem üres, akkor adjunk hozzá, egy üres sort. Így van. És akkor ezzel már van enterünk is a végén. Ami még kell, ugye beszéltük, konvenció, adjuk vissza az e-stream referenciát. Egyrészt konvenció, másrészt pedig a chaining miatt, hogy működjön. Ahogy mutatom is, csak a nagy fejem kitakarja. Jó, na nézem, hogy mi kell még esetleg. Iterátorunk, majd kell, hogy legyen, tehát az mindenképp lesz, ugyanis majd úgy akarjuk kiírni, hogy legyen egy ilyen print függvényünk, csak hogy lássuk ezt is aminek átadunk egy ilyen dokumentum referenciát, sőt, hát konstans referenciát, és simán csak uh, kiírjuk. D, és simán így toljuk ki a kimenetre. Ugye, így toljuk ki így van, és itt majd emlékeim szerint már karakter lesz. És befejezzük egy új sorral. Így van. Jó, tehát majd valahogy így akarjuk kiírni, és akkor nyilván ez majd kelleni fog az iterátor, tehát anélkül ez nem fog működni. Írjuk meg a text iterátort, és akkor Ez következhet. Ugye, alapvetően itt most az bonyolítja nekünk a dolgot, hogy ugye van egy listánk, meg van egy vektorunk, és ezeken kéne karakterről karakterre menni. Tehát az a célunk, hogy szépen tudjunk menni ezzel az iterátorral, függetlenül attól, hogy itt most két adat struktúránk van, vagy hát ilyen... ilyen típusunk van, szóval ezt kell tudnunk valahogy lekezelni. Úgyhogy egyrészt kell egy ilyen lista iterátor. És akkor ez lesz a sor, tehát ez lesz az az iterátor, ami a sorokon megy, meg kell egy line iterátor, vagy hát egy karaktervektor iterátor, ami pedig konkrétan már a karaktereken fog menni. Jó. Na készítsünk hozzá interfacet, ami hát elég masszív lesz. Egyrészt kell egy konstruktor, ugye, aminek első paraméterül át kell adni egy lista iterátort, második pedig egy, egy line iterátort. és ezeket így szépen inicializáljuk is. Jó, szerintem ez így alapvetően rendben is van. Akkor jó lenne pár getset függvény, az mondjuk nem ártana. Ugye egyrészt, amivel el tudjuk kérni a sort, illetve a pozíciót, bár lehet, hogy feltétlenül ide most azért nem lenne nekünk lényeges, de azért nem árt, ha van. És akkor itt visszaadjuk a sor iterátort, oké, csánat, illetve kell egy ugyanilyen, csak ugye egy line iterátor, ami pedig visszaadja a pozíciót. És akkor mindenképp kell ugye egy access, ugye mit is ad vissza, ugye egy karaktert, mert ugye a textiterátor az mindig egy karakterre fog mutatni, tehát itt akkor adjunk vissza egy karakterreferenciát. Így van. Tehát egy karakterreferenciát fogunk visszaadni mert hát ugye ennek a textiterátornak a, az exesse az, az mindenképp karakterreferencia. És hát mi kell még? Ugye operátorok, igen, az nagyon fontos. Ugye itt egy text iterátor referencia kell a plusz plusz operátornak. ez szerintem megírjuk majd kívül, mert ez azért hosszú lesz. Kelleni fog egy egyenlő, nem egyenlő operátor. Így van. Ami ugye, hát nyilván működik magunkra, illetve a másik textiterátorra. És visszaad. Ugye. Hát egyrészt ugye össze kell hasonlítani a Line iterátort illetve a karakter, konkrétan már a karakter iterátort. Ugye, tehát visszaadjuk a ellent, és ha az egyenlő az oder.ellennel, jó, tehát ugye itt hasonlítjuk a lányt, illetve a pozíciót, Ezt ne felejtsük el, illetve ugyanezt kell a nem egyenlőre is, de ott már hívhatjuk az egyenlő operátort, hiszen már van. De miért a plusz-plusz? Bocsánat, egyenlő elnézést. Tényleg este van már. Oké, és, és itt pedig simán visszaadjuk azt, hogyha a csillagvíz nem egyenlő az adőrrel. Ugye, mert itt már ez akkor már definiálva van, ugye akkor ö, megnézzük ezt, és annyi, hogy negáljuk. Tulajdonképpen. Legalábbis reméljük. Aztán majd, hogyha kipróbáljuk, akkor meglátjuk. Jó, amit meg kellene írni, az ugye a léptetés, és akkor itt ugye egyrészt figyelnünk kell folyamatosan a pozíciót, és hogyha a sor végére érünk, akkor léptetnünk kell a lányt, illetve hogyha léptettük a lányt, akkor a sor elejére kell léptetni a pozíciót. Tehát ez mindenképp kelleni fog. Mondjuk ez se olyan vészes, de azért ö, jobb ezt már kívül megírni, mert azért ez tényleg hosszabb. Tehát egy text referenciát adunk vissza a text klasszon belül, és a plus plusz operátort, aminek ugye ö, nincs paramétere. Első, léptetjük a pozíciót, ez mindenképp. Megnézzük azt, hogy a sor végén vagyunk-e. És vagyunk, hogy ugye a csillag ellen, pont end, de ugye figyelünk a kiértékelési sorrendre, azt ugye ne roncsuk el. Tehát látjuk, hogy a line iterátortól elkérjük úgymond a, a adott sort, és hogyha a sornak a végén vagyunk, akkor az azt jelenti, hogy lépnünk el a következő sorba. Tehát itt akkor léptetjük a lányt, de nem csak, hogy léptetjük a lányt, hanem visszaállítjuk a pozíciót az új sornak az elejére. És itt megint figyelünk a zárójelezésre, és begin. Mondjuk itt használhatnánk a Nyilat is, de jó ez így, jó ez így most, jó hát ennyi az operátor, ja, hát adjuk vissza a self t az mindenképp szokott módon. Jó, és akkor van egy e, jó kis plusz plusz operátorunk is a textiterátorba. Jó, na nézzük, mit, mit tegyünk még ide be. Szerintem a konstruktorunk megvan, ilyen szedget függvények megvannak, operátor megvan. E, igazából már csak a dokument klasszon belül lenne jó, hogyha ezeket tudnánk is használni. És akkor ide kell ugye ez a szokásos iterátoros begin és end, ugye ezeket tudjuk használni. Tehát itt akkor a begin visszaad egy text iterátort, és akkor ezt itt készítjük is el, még pedig oly módon, hogy ugye készítünk egy új textiterátor objektumot, ugye ennek a konstruktornak a segítségével, és ezt pedig úgy fogjuk csinálni, hogy egyrészt kell ugye a line iterátor, ugye hát ez nyilván a első sor lesz, tehát ugye a listának a legelső eleme, illetve kell egy karakter Pontosabban egy karaktervektor egy, hát egy iterátor, egy line iterátor. Ez pedig úgy fog kinézni, hogy egyrészt van nekünk a point de azt ugye itt nekünk dereferenciálni kell, és annak kell a begin tagja. De itt is ugye a zárójelre figyelünk hogy ne el. Jó, itt is használhatnánk nyilat, egyébként ö, emlékeim szerint simán működne az is, de használjuk ezt a dereferencia operátort, ö, csak hogy lássuk ezt is, mindenképp. Jó, és ezt adjuk vissza. Így nemes egyszerűséggel. És reménykedünk benne, hogy ez is jó lesz. Jó, na nézzük meg az endet, mert hát az is kell, és itt is egy textiterátort adunk vissza, csak itt picit, picit máshogy fogjuk, ugyanis itt az endet úgy kellene, hogy az utolsó sor, tehát nem az utolsó, ugye az utolsó sor az egy üres sor, az biztos mert úgy írtuk meg, hogy az mindig egy üres sor legyen. És ö, nem azt fogjuk visszaadni, hanem az utolsó előtti sor utolsó karakterét. Jó? Mert az üres sor utolsó karakterét azt nincs sok értelme visszaadni. Ja, akkor ilyet, csináljunk is egy ilyet, line.end, léptessük egyel vissza, Léptessük egyel vissza. Nem emlékszem, hogy a bekit működne, valószínű, amúgy működne, de mindegy legyen end. És innentől kezdve már meg tudjuk csinálni ezt a text textiterátort egyrészt a lástra, másrészt pedig az utolsó sornak, tehát ennek a lásznak az utolsó utáni elemére, tehát az endre. Ki az az endre? Jó, tehát az endre e, meg tudjuk ezt itt e, konstruálni, és tulajdonképpen ezt kell visszaadnunk. Return text iterator. Legalábbis reményeim szerint. Jó, na nézzük. Van nekünk egy dokumentumunk, amiben vannak sorok, van egy konstruktorunk, van ugye egy begin és egy end. Hát lehet, hogy ez még így soány majd mindjárt meglátjuk. Ugye van egy text iterátorunk, ami sorokon és karaktereken megy. El tudjuk készíteni. Van access, van léptetés, egyenlő, nem egyenlő. Talán még a léptetés is jó. Be tudjuk olvasni, az viszonylag fontos. Illetve ki tudjuk írni. Hát, próbáljuk ki. Mert hát, ha akkor, hát, ha akkor előjönnek a hibák, sőt, biztos, hogy, hogy lesznek még itt hiányosságok. Hogyan kellene ezt csinálni? Szerintem azt javaslom, hogy olvassunk be fájból, és én itt előkészítettem egy e, bemenetet. Ha minden igaz, akkor e, még jó is. Mindjárt előkeresem. Uh -huh már is egy pillanat, meg lesz csak. Jó, rendben van. Úgyhogy azt javaslom, hogy olvassuk be fájból. A fáj nevét meg adjuk át parancsori argumentumként. Lehet, hogy ilyet még nem is csináltunk. Ami meglepő. De hát, hogyha nem került rá sor, akkor nem került rá sor. Úgyhogy akkor nyissuk meg ezt a fájt. sima ilyen file streammel és a file nevet adjuk át parancsori argumentumként. Szerintem így akkor ezt meg tudjuk nyitni. Hát legyen egy kis hibakezelés. kezelés. én not found. Mindegy igazából és lépjünk ki. Egyébként meg, akkor sikerült megnyitnunk a fájt, és akkor olvasunk a fájból. Mm -mm -mm. Hozunk létre egy ilyen dokument példányt, és akkor ebbe a dokument példányba olvasunk. Ugye, mivel megírtuk ezt az operátort, ezért ennek működnie kell. És hogyha ezzel meg vagyunk, akkor pedig simán annyit csinálunk, hogy ezt a print függvényt hívjuk, ugye ami kiírja nekünk, átadjuk neki a dokumentumot, és készen is vagyunk. Jó. Na, ami hiányzik, egy jó pár include. Úgyhogy akkor ezt most itt elvégezzük. Biztos, hogy kell a input-output eszközök, kell a vektor. Mi kell még? Hát nem is tudom, hogy a, a lista, persze. Az, az biztosan kell. Öm, kell a string. Kell a string. Lehet, hogy a string nem is kell. Nem kell a string. Nem használtunk stringet. Meg kell az f stream. Ugye, mert fight használunk. Na hát fordítsuk le. Lássuk, hogy egyáltalán hogy állunk. Oké. Okay. ez nem line, hanem lista. Hol van ez? 15-ös sor. STD list. List, mert hogy ide egy lista iterátor kell. Bocsánat. Egy kisebb íráshiba. Oké, okay, még van pár hiba. Ott hiányzik a pontos vesző. Ugye? Oké, okay. próbáljuk újra. Uh -huh. Hát akkor ezt itt lehet, hogy kicsit átírjuk, ja, mert nincsen konstans iterátorunk. Soft hack, bocsánat. Tudom, hogy ez így nem elegáns, de oké. Na, próbáljuk ki, hogy egyáltalán működik-e, és akkor futtassuk, és hát, előbb akkor a szöveget, hogy mi az a szöveg. Ide simán csak átmásoltam ezt a text.txt-t, ez egy szöveg, igazából a tudom, a önreklám nem szép, ez a doktori dolgozatomnak a összegzése. Mindegy. Most hétel jobb szöveget nem találtam, úgyhogy akkor ez lesz a állatorvosi ló. Na próbáljuk ki, simán csak futtassuk, és adjuk át ezt a fájnevet így parancsori argumentumként. Hát nem tökéletes maradjunk annyiba, hogy nem az igazi, Nincsenek szó közök. Ami gyanús. Miért nincsenek szó közök? Ez egy jó kérdés. Jó, na olvasjuk be, Ugye itt az operátorral, szépen karakterenként, de akkor miért nincsenek szóközök? Ez misztikus. Nem írtunk szóközöket. Mm, szerintem valami egyszerűbb hiba van itt. Na, azok. azt mondja, hogy hát akkor kicsit dibagulunk, megnézem közben a mert uh, itt ugyanúgy be kéne olvasni a szóközöket is, sima karakterként. és ugye, ha jól látom, még sorok sincsenek, bár mondjuk, hm. na, akkor keresjük a problémát, ugye alapvetően itt vektorunk van, nem ez az iterátor, bocsánat, tehát maga a dokument klassz az szerintem jó, Meglepődnék, ha itt lenne a hiba. Legalábbis. Mhm. Uh -huh. De lehet, hogy sokkal triviálisabb a hiba, és lehet, hogy igazad lesz amúgy a Tib. Igen. Úgyhogy itt nem ezt az operátort fogjuk használni, nem ezt az operátort fogjuk használni, hanem a sima getet. Sima getet használunk ami hát nem tökéletes, bármig akár az is lehet, de amúgy neked is igazad van, Atib, mert ö, való igaz hogy a white space-eket kéne itt most nekünk jól lekezelni, de szerintem inkább maradjunk a get mert akkor ez biztos, hogy beveszi a karaktert, de próbáljuk ki. Így van, így van. Így van, így van, a tip igazad van, pontosan. Ugye az operátor default átugorja a white t ugye ezt beszéltük is, hogyha stringekre használjuk, akkor ugye szavakat olvas be, és ugye a karaktereknél meg átugorja. Mm, jó, ezért uh, nem azt fogjuk használni, az is lehetett volna, hogy uh, letiltjuk azt, hogy átugorja a white space karaktereket, hogy érte is ez a uh, no skip vs... Uh, utasítással, de maradjunk a gettnél, maradjunk a gettnél. Jó, na úgyhogy úgy tűnik, hogy ez az első iniciális verzió, ez működni látszik, működni látszik, szóval alapvetően oké. Okay. Na, itt sokan felkaptátok a fejetek ennél, ne foglalkozzatok vele. Igazából ez egy kétdimenziós tömb. Ha lesz időnk, megnézzük. Meglepő módon tényleg nem foglalkoztunk vele. Sőt, hát beprógtalan nem is jött elő, ami fura egy kicsit, de hát mindegy, így alakult. Igazából ez annyi, hogy egy ilyen kétdimenziós karakter tömb, szavaknak a tömbje. Most így nagyon leegyszerűsítve. Igazából pointereknek a tömbje, ami, point, ami pointerek, szavakra, tehát karaktertömükre mutatnak, de nem akarom bonyolítani, így simán el tudjuk kérni az egyes -egy szavakat, amit itt a parancsori argumentumként átadunk. Ugye a program neve a nullás, amit utána írunk meg szépen szavanként 1, 2, 3, és így tovább. Jó, tehát mondom így el tudjuk kérni. Igazából nem nagyon csináltunk ilyet, de most már akkor látjátok, hogy hogy van már akkor én mert tényleg azért ez most egy igen hosszú, igen hosszú nap volt. Köszönöm, hogy szóltok. Szóval még egyszer nagyon szépen köszönöm, tényleg, hogy így este is ilyen sokan itt voltatok, és még mindig itt vagytok ilyen sokan. Tényleg nagyon szépen köszönöm a figyelmet.